mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt! És mindenkinek, ugye nem? Aki ilyen korán kell, gyerekek, az megérdemli a tapsot. Mit vettünk észre? Figyeljetek, srácok, ránéztem a kis malacunkra, és eszembe jutott, hogy milyen régen dobtunk be valamit. Ezen a héten nem, múlt héten sem. Múlt héten nem jöttem volna be, ezért csak, hogy bedobjak egy százat. Valaha haza szívesen. Ezért, de figyelünk, hát figyelünk. De érzitek egyébként, hogy ha van egy dolog, amin keresztül az embereket fegyelemre lehet szoktatni, akkor az nem más, mint a zsebe. Mert hogy szerintem ezzel is figyelünk rá oda. Egy picit ilyen hogy is mondjam, csak ilyen gentrisen sokat dobáltunk egy időben. Szórtuk, aztán nagyon meg szórtuk. Egyre kevesebbet, és most meg ezen a héten gyakorlatilag egyetlen fillért sem dobtunk be a mi kis malacunkba, pedig hízzon. Hát az, hogy rossz alkut majd kötöttem, mert én arra kötöttem, amit a legtöbbször én csinálok, aztán te, és aztán a Feri kötött a legjobb dílt a malaccal, mert ti kényszerítettetek bele, gyerekek. Igen, hát mi mondtuk, hogy az legyen. Mit legyen az. Egyébként meg egy másik dolog is van, mert a jaj gyerekek például, az átváltozott hát gyerekek. És azóta ez sajnos. És azért nem kell, nem vetted észre. Nem vetted észre. Jaj gyerekek. És kész, meg vagyok. Hát gyerekek. Ennyire. Csak egy kicsit variáltam. Gondolkoztam, hogy 3000 forint után, amit bedobtam százasra, gondolom, jó van, akkor itt valamit ki kell találni. Ennek a feleset réfa, mert így tényleg a gatyám is rámegy, úgyhogy ebből lett a hát gyerekek. És azt irában mondhatom, hát gyerekek, ho-ho. Mindenki ügyeskedik, kibújik valahogy a kötelezettség, a felelősség. Muszáj. Én már följárok az elsőre kakilni. A Feri is látom naponta 3-szor, 6-tól 10-ig, hogy skerázik fölfele, érted? Most na, edz a srácom. Lépcsőzés, ez nagyon jó kis edzésmódszer, de nem erről lehet szó. Igen, ráadásul kiveszik a pénzt a perséből. A másoknak meg pláne nem dobálok, mert a évvégén szétdobjuk, vagy elmegyünk enni, vagy akkor benne vagyok, de azt én dobjam, és itt valaki meg bejön, elszom egy kávét, a baléktak úgy se jelzik. Kivesz egy százas, bedobja az automatába, a nagy szart fog kéne oda bedobálni, akkor inkább lenyelem a saját nyelvemet és a fogaimat, mint hogy bedobjak 100 forintot. Mert hogy lopnak, vagy loptak, de most már nem lopnak, mert elvisszük magunkkal. Most mi 70 a kávé, még azt a rohadt 30-at se hozza vissza. Nem, hát. A százast kiveszi. Nem. De úgy visszük el magunkat, hogy berakjuk és ott letesszük az asztalra. Természetesen be van nálam az asztalon. De akkor oda bejönni és onnan kivenni, nem, szintén akkor majd el. De nálam meg azért, hogy kóllustól lopni nem bűn. Nem egy akkora dolog, tegyük el valami záratóban. Mi? Tegyük el valami záratóban. Az ennyit nincsen. Vagy legalább a fiókodba. Te jó Isten, gyerekek, most látom, hogy Irigy Hónai Miricsót ismétel az a TV2. Szegény Mirigyek. Hát én már azért sajnálom őket, mert nyilván ők leforgatták ezt a műsort, és hát lement egyszer-kétszer. De ugye nem rendelkeznek az ismétlések felett, és szegényeknek azért ez... Bizonyám. Volt ez egy nagyon jó török sorozat, most olvastam is az egyik napilap. A Güzelyhűzűj. Güzelyhűzűj. Nem tudom, mi volt, hogy felháborodott olvasói levelek érkeztek, hogy levették. Azt gondolom, jött három. Hát jó, igen. De az is. Hát most, ha felháborodottak, nem mondtam, hogy nagyon sok felháborodott. Csak is biztos jelentett egy pár, nem? Igen. Felháborodott levelek érkeztek a sajtóosztályról. A TV2-nek a sajtóosztály gyorsan írt egy pár levelet, hogy vissza az Irigy-Mirigyet a képernyőre, nem, ha már elfogytak a Bud Spencerek. Nem, a Güzelyhűzűt akarták. Igen, csak azt mondom, hogy igen, az a másik csak. Ja, ez most már. Ez meg most már visszakanyarodtam az eredeti témára. Szegény Mirigyék gyerekek. Igen, bizony. Hát, fia, vannak Jolly Jokerek, amit mindig megnézzük az emberek akkor is, hogyha... Nem, ezt nem látom a nézettséget. Ezt ugye? Nem. Akkor ez most nem jött be. Nem. Viszont az a gondolunk, hogy hallgattam Ákos híreit, hogy mi van ilyenkor, amikor te vagy a hibás a grippen miatt? Akkor mi van? Kapsz egy sárga cseket a honvédségtől? Rád HTK-zzák. És azért akkor kezdett törleszteni az 1 milliárd dolláros, vagy 1 milliárd forintos, 1 millió dolláros gépet, nem tudom, 60 ezerenként, vagy nem repül ez többet, az a bűnkét. 10-12 milliárd euró. Vagy hibázni, mindenki hibázhat, repülhet ugyanúgy, csak van a számládon egy MIG, vagy egy grippen, vagy ez hogy van ilyenkor?
Ez érdekes szerintem. Hát. Megállapították, hogy ő a hibás. Oké. Okay. De hát emberek vagyunk, hibázhatunk. Hát hibázik az, aki anyahajót vezet, hibázik az, aki nem tudom, miget vezet. Én ezért nem vezetnék anyahajót egyébként. Érted? Ott azért már van probléma. Kicsi hajót még hagyjad, de anyahajóval már. Most akkor mi van? Hát levonni soha többet nem merül? Vagy nyilván, repül? Igen, tehát levonni nyilván nem tudják a fizuból. Nem. Annyira nem hinném, hogy jó keresnek a magyar pilóták, sőt. Hát azért több generációs hát valószínűleg ez van, hogy akkor nem repülhetsz többet, vagy esetleg ilyen rendfokozat egyen lejjebb csak kerülsz. Vitorlázon. Csapásmérő vitorlázó repülőgépen repülhetsz utána, vagy ilyesmi. Az nagyon veszélyes? Igen, magára a gépre néz. Engem ez érdekelne, hát, mert ugye hibázni azért lehet, szóval, hogy nem szimulátorok repülnek, de hát azért valakit megbüntetnek ilyenkor, hogy tönkre vágsz egy milliárdos gépet? Utoljára... Ha valóban ő volt, hát az Index azt írja, hogy ő volt. Aha. Vagy egyszerűen nyomta a gázt és a féket. Utoljára technikai eszközzel a középiskola után dolgoztam, kérlek szépen, az egy Esztergo gép volt. Ha ott beletörted a magát, az Esztergo szárat, akkor azt mondta a mester, hogy Ferike, itt van egy újabb, próbálkozzál. Igen. Ha most ez ugyanaz a rendszer, van akkor... Van még ott, ahonnan ez jött. Nem, tehát nem lehet kifizettetni egy ilyen gépet. Nem. Igen, ez még ugye nem megerősített dolog, tehát ezt az Index írta tényleg, csak hallgattam Ákos híreiben, máshol is hallottam egyébként, hogy szerintük ez volt. Aha, bünti van, érte, lefokozás, vagy nem tudom. Á, nem. Egyet nem eshetsz vissza? Nem. Százezredesből tízezredes. Vagy azt mondják, hogy egyet mindenki. Tábornok volt, tehát onnan azért van visszalépés. Aha. Vagy azt mondják, hogy egy grippenje mindenkinek van. Tudod? Tehát, hogy egyet mindenki hibázhat. Igen. De a második nem fizet. Bizony, százados úr, dandártáborunk, nem, százados. Szegény. Én sajnálom, mert mi hibázunk, dolgozunk, hát tényleg csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Van kaszkó rajta, kérdezi egy hallgató. Hát, jó kérdés. Fizet az aljak. Bizony. Havi 2400 forint. Mennyi volt az ő rész, ugye ez is fontos kérdés. Hát nem egy egyszerű dolog. Nem, sajnáltam. Ezért jobb a harckocsizóknál szolgálni. Ott azért viszonylag kicsi az esély annak, hogy összetöröd a járművet. Csak akkor meg ott bármi más törhetsz vele. Ott van lakatos munka, mi? Aha, ott akad. Egy ilyennél. Kik alapáljuk? Ja, nem. Most volt valami eladó ilyen harci jármű. De az mindig van. Az mindig van. De hogy ezt így meg te megveszed, és... Hát és akkor megbeszélitek, hogy akkor mit tudom én, 11 után le van dumálva az őrrel, 11 után akkor laktanya mögött találkoztok, jó? És nem járatjuk a motort, mert az nagyon hangos. Nagyon feltűnő. És sokat fogyasz, de mit csinálsz egy ilyennel? Veszel egy ilyennel? Hát gondolom, áll a kertedbe, hát nagyon menni nem mehetsz velem. De is muskát hitültetsz bele. Ja, tudom, aki a fegyverőrült. A húvónyílásokat teletölted ízével, humusszal. Hát nagyon sok ilyen tankőrült, meg fegyverőrült, ja. Hogy van egy tankod hátul. Néha a szomszéd hangosan tereget, amikor átlősz kicsit. Na, igen. Hangosan ebédel, vagy jó, de robbanó anyag nem volt benne. Füvet nyíregel hétkor, vagy bármi, akkor kicsit egy RPG-vel, ami oda föl van rakva az elején, és sorozatüzet le, azt nem tudom, kicsit a lánctappakkal megdolgozod a muskát liát. Mondtam valamit. Valami van. Kalasnyikov. Ami fel van zereve a tankot. Muszorszki. A teljes képzelő. Szóval, hogy hát még volt valami, amikor elkötöttek egy tankot. Ja, nem? Igen. Persze, de igen, az egy T-34-es volt. Hoztak egy új aksit, rájöttek, hogy ez be azért lehet ezt röffenteni. Ez még? Aha. Elindult a tank az utcán. Hallod, még lötyök benne egy kis benya, menjünk már egy kört vele. Ott van egy-két busz megálló, bontsuk már le. Aztán sikerült is a veteránnak megugratnia a 34-es, de nagyon viccesnek találták egyébként, de hát az annyira nem vicces, amikor megindul egy ilyen pár tíz tonnás jármű, érted, és ott vagy előtte. Legalább a luk le volt hegesztve a cső végig. Igen. Indekes Józsika, a harckocsi szemben. Felvonulás. Tank felvonulás. Igen, az kemény volt, arra emlékszem. Tegnap beszéltünk kis grofóról, gyerekek. Na, mesélj. Hát baj van. Na, miért mi van? Baj van. Baj van, baj, nagy baj van. Nagy baj van, ez egy másik történet. Megint két ember azt mondja, hogy ez a kisgrofó, ez viszi a dalokat. Ugyanis képzeljétek el, hogy kisgrofónak van egy unokatesója, akit úgy hívnak, hogy Palika. Atyaisten. Palika Leilával az oldalán. Májó. Palika is alakul a sztori. Már két éve írt egy dalt, és hát ezt ő énekli, amit most kisgrofó vett fel az öltönyöt címmel világsláger. Tehát nem tudom, hogy hallottátok-e már a vett fel az öltönyöt című dalt, de nagyon-nagyon jó. És ebből most videóklip készült, és hát Palika felháborodottan vette tudomásul, hogy az internet megint megvan. Ráadásul az Uncsi tesó. És egy Uncsi tesótól vitte el, állítólagosan mondom még egyszer, kisgrofó dalát, a Vedd fel az öltönöt címűt, és hát Leila még nem jelentkezett, bár nem ígér, de Palika már igen, az ő daluk címe Csácsumi.
Na most, hogy ebből hogy lett a vedd fel az öltönyöd, azt én nem tudom nektek sem megerősíteni, sem megcáfolni. Nekem az eredeti címre jobban tetszik. De a Csácsumi azért az elég így van. Rendben. Így van, ez már 2 éve van a Csácsumi Palikától és Lejlától. És ezt énekli most a Grófó. Grófó, de vedd fel az öltönyöd címmel. És a Palika azt mondta, hogy az tulajdonképpen ugyanaz a dal, és hogy a csak hogy más szöveggel is zenével. Igen. Igen, de egyébként tényleg ugyanaz. Aha. Igen? Nem tudom, csak mondom, hogy más szöveg, más zene, de ugyanaz. De mi volt így? Óvatlanul megmutatta a kis Grófónak egy szülinapon mondjuk, vagy egy családi összejövetelen? A Grófó elkérte ezt a dalt tőle, hogy hadd énekelje koncerteken, de arról nem volt szó, hogy csináljon belőle videóklipet, és hogy ezt föltegye és a netre. Csinált belőle? Csinált belőle, és akkor Palika ezen megharagudott. Azt a mindenit. Meg szerintem Leila is, de Leila még nem szólt. Más még nem jelentkezett be rá? Ennyien Matyja vannak. Matyja hegedűs vagy? Nem. Robbia pedig üres? Így van, például. ez most családi dráma van? Hát most családi dráma van, még nem tudják, hogy mi lesz, ez az egyik. A másik pedig Jolly ismételten előkerült. Jollyra emlékeztek, a No Rock Side című dalt együtt énekelt egy kis Grófóval. És hát az van, és hogy... szólt, hogy Rezső a fényező slágere. Kikarikírozod úgy érted ezt a történetet, pedig rengeteg izgalmas pont van benne, mert hogy van egy másik új dal a kis Grófónak, ez a Bulibáró. A Bulibáró, tudom. A nyár nagy slágere, meg előlegezték neki, de szerintem nem lesz az. Nem lesz nagyon nagy, így van, de azért nem rossz dal. Na most abba a No Roxa Eye-ból bekerült egy részlet, és hogy erről meg a kis Grófó megint nem szólt a Jolinak. Aha. Hogy én nem értem, mi van ezzel. Nyilván itt egy elvi kérdésről van szó, tehát hogy véletlenül sem arról van szó, hogy a kis Grófónak elég jól megy mostanában, és hogy most mindenki próbál meg egy kis aprót leakasztani az ő kis büdzséjéből. Hanem az elvi dolog. Így van, vagy így nem van. Ezt beszéltük meg. Jolly ezt mondta pontosan, hogy nem tudom, szerintem te ezt olvastad, ezt a cikket. Jolly ugyanezt mondta, hogy őt nem zavar, csak legalább, hogy hívta volna fel a kis Grófó, hogy csártesa, beletennék egy rövid részletet ebbe a Bulibáróba. És hogy ez nem történt meg. Hívta őket, a pénzőt, csak azt mondtad, hogy menjen a színpadra. A pénzőt nem érdekel. Hát nyilván senkit. Nem, hát senkit nem érdekel. Csak az elv. Úgyhogy nagyon rászálltak. Aki sikeres lesz, úgy tűnik, azt elkezdik kóstolgatni. Uh-huh. Így van ez a zenében is. Én már tegnap, hogy utána ástam ennek a dolog, kiderült, hogy már a Polgár Peti is csinált, hogy Matyja Hegedűs is csinált már olyan bár nézését, meg a járását. Nézését, ugye? Meg a járását, igen. Meg kikötöm a lovamat a fűzfához. Szóval mindenki ennyire ráment erre a darra? Persze, hogy gyakorlatilag már mindenki feldolgozta ezt a számot, de mindenki az égvilágon. Polgár Peti is nagyon jó. Vagy nem hallgat, meghallgattad? Nem rossz, ez inkább paródia. Aha. Igen. Az nagyon vicces volt, mert én tegnap rákattintottam. Az volt régen, aztán... De már nem úgy, az is... De, és úgy tudtam volna meghallgatni, hogy le kell töltenem a dalt. A Polgár Peti dalát, hogy állítólag, hogy így fizetnek neki, vagy én nem tudom, hogy ez hogy történik. A letöltés után? Igen. Honnan kellett volna letöltened? Az oldaláról? Vagy föli, igen, föl adott 4 ilyen lehetőséget, tehát nem az volt, hogy megnyílt a YouTube, és akkor én megnéztem azon, hanem adott 4 ilyen lehetőséget. És a fizetésre 360, 128 kilobit. Igen, nézd, ha megnézik, akkor... Hát cserek. Igen. Jó, na, az... csak hogy tegnap beszéltünk vele, gondoltam, tovább gördítem a szálat, hogy mi van a kis Grófó történetben, és hát szegény fiút most akkor újabb támadás érte. Hát, srácok, attól még ő a falunapok sztárja. Így is van, jól megy neki, jó is. Ügyes. Igen. Hát ezek nagy családi drámák. Uh-huh. Ez komoly. Komoly családi drámák. Mindenesetre megpróbáltuk kibogozni, hogy mi van, de hát nem igazán sikerült. Még a fási kellett volna. Nem, de hogy nagyon. Ő még elmondja, hogy ővé. Hogy ővé a dal igazából. Ezért kellene egyébként tényleg, mit tudom, ilyen Karcsi a mázoló, vagy ilyesmi néven, kitalálnunk valami jó kis dalt, szépen feldobjuk az internetre, aztán nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Szúrjunk ki magunknak valami régi kis dalocskát, ami valahonnan ismerős tudott, tehát hogy ott van benne hátul minden embernek a tudatában. És akkor elkezd szólni a nóta, akkor te is így akaratod, és elkezded dúdolni. Hú, de jó kis nóta ez. Már hallottam valahol, de nem tudom, hogy hol. Aha. Egy ilyet kellene találni. Kör közepén állok. Igen? Az jó, mert nem tudjuk a tulajt. Hát, ott nehéz lenne megfejteni, hogy ki a dal. Meg ott nagyon erős a hátország, érted, egy teljes univerzum azért ott. Én abban nem mernék bele nyúlni. Aztán elrabolnak majd minket, és állnak az ágyunk mellett. Érted, van. Lenyúltuk a dalokat, hát nekem ott ne álljon kis üzé. Ufona úta az ágyam mellett. Aztán találgatnak, hogy az embriót milyen irányból ültessék be, fentről le, vagy lentről fel. Érted? Aztán rosszul járunk. Igen. És mi egyikünk lenne a művész, vagy keresünk valakit? Keresni kellene egy Zolit a Lakatost. Igen. Aha. Keresünk kellene valakit, aki kevésért, de jól. Vállalja a hangmikat hétvégén. Na nézzük az SMS-eket, aztán Bódi Margó is énekel egyébként, meg a nézését is eljárás. Hát igen. Azt mondja, hogy
Ferivel dobassatok 500-at. Most ezzel mi volt a baj? Nem húztam gyors volt. Ez a sztori felvezetés olyan szar volt. Te könyörtelenek vagytok. De ezt szeretjük. Ezt szeretjük. Neki ilyen könyörtelenek vagytok, igen. Azt mondja, hogy azért a pilóta hibás, mert így el lehet tusolni, ha esetleg mégis hibás gépeket vettünk. Aha. Hát, nem se tudja azért ott, hogy kik a szakértők, meg milyen független szakértők vizsgálják ezt a dolgot. Uh-huh. Bár érdekes, mert a Honvédség jutott erre a vizsgálatra. Igen. Egyébként igen, az Index szerint mondjuk még egyszer, hát csak nem vagyják a pilóta. Jó, figyeljetek, ezek a gépek elég régóta repülnek már tehát, hogy pár éve már azért itt vannak, és eddig igazából nem volt velük semmi gond, vagy legalábbis semmi olyan gond, olyan komoly gond, amiről írtak volna. De nem hiszem, hogy ezzel a technikával komolyabb problémák lennének. Na most azért hirtelen mégis most kettő. Most így hirtelen. Hirtelen mégis kettő. Igen. De hát az egyik akkor ezek szerint nem a gép hibája miatt volt. Hát sose fogjuk megdobni. Igen, Pál ezt írta, Feri, dobd a kilót. Adják oda a roncsokat. Adják oda a roncsokat Rékasinak, ültessen be bele virágokat. Azt csak nem lopnák el. Igen, írta nekünk egy hallgató. Aztán nézzétek meg a tankbérlés.hu. Uh-huh. Igen, köszönjük szépen a vállalkozónak, hogy írt. Köszönjük szépen. Igen. Majd, ha szeretnénk bérelni tankot, akkor mindenképpen felhívjuk. Na, azt mondja, hogy reggel van, korán keltem, hogy jelentkezzen. Igen, nem, remélem nem félsz. Vigyázz, Jani, vagyok a forgószél. Jani Pécsön küldte ezt nekünk. Aj, mindent. Ja. Nagyon-nagyon megijedtünk. Na, legyen így. Éles a harc, csak mondom, 2-1, még visszahozhatjuk. A fel, 2-1-re mennek. 2-1. Igen, ha ezt a két napot még visszük, a mát meg a holnapot, akkor meg vagyunk. Hát tegnap volt ugye egy teljesen indokolatlanul az 59. másodpercben bedurantott nem a, a kedves hallgató részéről. Azt mi sem értettük, de örültünk neki. Köszönjük szépen a pontot így utólag is. Úgyhogy azzal hoztad vissza ezt a sztorit a sírból. Hello, Anna, mond. Jó reggelt. Meghallgattam a Szabó Zoltános topis interjút. Igen? Május végén beszélgettetek vele, mert emlékeztem, hogy mintha egy negyed mondatra kitért volna erre a grippenes dologra. Azt hittem a kis grófoszámra, hogy az valójában az övé. nem annyira. Elmondta benne, hogy egy jelképes összeget terhelnek ilyenkor a pilótákról, hogy ő a hibás. Hát nyilván nem tud egy grippennel mit kezdeni. A másfél milliárdból egy a 600-650-et, egy jelképes összege. Annyi, hogy a sárga csak egy kicsit nagyobb, mert nem fér a szám. Picit kihajtogathatós. De repülhet utána? Hát arra nem tért ki, csak arra, hogy egy jelképes összeget ráterhelnek, hogyha bebizonyosodik, hogy a pilóta a hibás. Ez jelképes összeg, két kapuciner a kantinból? Vagy hát nem tudom, mi a jelképes összeg egy grippenhez képest. Hát ez az. Igen. Mi a jelképes összeg? Egy gulyás vacsora mindenkinek a hemóban. Igen, mert erre rákérdeztetek. Csak ős adott rá ilyen konkrét dolgot. És ilyenkor azt nem mondta, hogy ilyenkor tényleg most mi van, akkor egy olcsóbb technikát használhat csak ezentúl, vagy ilyesmi? Igen, permetező repülőt, ilyen ipari tezentúl. Nem tudom, azt nem mondtam. Egy két feleles. Nem, dandárt, nem, az A2-es. Most az A2-es, jó? De egy darab. Szegény, igen. Szegény, biztos, hogy nem örül azt. Na, aki játszana velünk, írja nekünk SMS-t, jó? Egészen nyugodtan lehet jelentkezni játékra. Ha úgy érzitek, hogy megvan bennetek az erő, és megnyerjétek a hetet, mert hogyha valaki ma nyer ellenünk, akkor megvan a hét. Akkor megvan a hét, és hosszú idő után elvesztünk egy teljes hetet. Úgyhogy ma sok múlik azon a hallgatónak, játékra jelentkezik, csak a legbátrabbak jelentkezzenek játékra. Jó, írjatok nekünk SMS-t. Közlekedést nézek, de egyelőre nem nagyon látok egyébként semmit. Van egyetlen egy vagy kettő. Szentendén trafi van, Pest felé, méghozzá Pest felé kifelé? Nem, Pest felé kifelé. Pest felé. Ezt érted? Nem. Szentendréről kifelé lehet. Csak ugye Szentendréről kifelé vagyunk. Pest felé, így van. Aha, tehát a Szentendréről kifelé Pest felé az ÖMV út előtt van egy trafi. Ezt Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi van? Azt írja valaki, hogy úgy tudom, a grippenezés az pilóta játék. Jó, köszönjük. Csólj már osan, körforgalom, kamion az oldalán, tűzoltók, rendőrök. Ez pedig Viki küldte nekünk. Köszi, Viki. Na, meghallgatjuk Ákos hideit, aztán jövünk a hírek után.
komolyan mondom, megölöm magam ettől a zenétől. Hügy, hügy, hügy. De tényleg? Ne. Bízd ránk a piszkos munkát. Az a feladatunk, hogy azért dolgozunk, hogy az emberek felkeljenek reggel. Ha a zene szembe megy a tartalommal, akkor nem tudunk mindent meg. Erre mindenki visszafekszik. Hát nem lehet ilyen zenét leadni reggel, gyerekek. És komolyan. Kívül a másnapos mexikója. Ki ez a három ilyen tubát nyelt, ilyen szombréros. Komolyan, mint egy ilyen tűzoltó zenekar, akik itt vonulnak az Andrásin, érted? Hát én értem, de hát nekünk az a feladatunk, hogy felébresszük az emberek. Losszulom a most. Na majd 8 órakor, mit 8 óra? Na majd 7 után, na most akkor kaptok megint beszáll még egy trombitás, és már 4 lesz. Na majd most kaptok valamit akkor. Most DJ Bobó? Most berágtam. Ez növé. Most jön majd egy, nem tudom, bármi. De nem, hát föl kell ébredni, hát azért fontos az, hogy az embereknek segítsünk a zenével is. Fölébredni, nem? Kinézek az ablakon, meghallom ezt a három szombrioszos csávot, hogy ezek itt fuvoláznak, és izé. Ez úgy jó, ha még buliban vagy egy ilyen nagyobb trombitával, másfajtával. Na, játszunk egyet, itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Anita, hello Anita! Sziasztok, fiú! Hello, Anita, lehalkítod a rádiót kicsit? Rendben. Köszönjük szépen, nagyon vissza. Most honnan hívtál minket, Anita? Budapestről. Honnan azon belül? A 3. kerületről. Ó, na végre. Kicsit próbáljuk egy előre. Hozzá a 13-18-at. A 3. kerület melyik részéről? Óbudától. Az jó. Az nem az egész Óbuda? Uh-huh. Vagy vannak ilyen bontott részek? Kaszás dűlő, meg ilyen? Hát, igen. Hát a 3. kerület tartozik, Akvinkum, az például nem annyira az Óbuda. Már nem. Vagy például Békásmegyer, az se nagyon Óbuda. Tehát az óbudai rész, az ott az Árpád híd, Budai híd fő, Flórián tér, Raktár utca, tehát az az óbudai rész. Flórián térről hittelek benneteket. Na, még mehetsz kijebb, és az is a 3. kerület, csak az nem Óbuda. Így van. Jól van, kivel szeretné játszani? Ferivel. Itt van. Hogyne lehetne. Bárkivel, hogyne játszhatnál bárkivel, akivel csak szeretné, persze. Miért Ferit választottad? Mert szeret. Megmondom őszintén, hogy őt még nem hallottam a héten játszani. Pedig játszottam kedden életem, de én nagyon szívesen, Eszter, én a tied vagyok életem. Anita? Az, nem állunk az ötökben. Azt miért írtam Esztert? Mondom, Anita. Életem, ahogy akarod, ahogy szeretnél, Ági, ahogy akarod. Azt a nevet suttogom a füledbe, amitől te jól érzed magad. Nem akartál soha Eszter lenni? Tessék? Hogy még nem akartál Eszter lenni. Nem játszott még veletek soha. Jó, na most kezdtünk el nagyon elbeszélni. Szerintem ez egy jó játék lesz. Nem. Na figyelj, Anita, indítjuk az órát, jó? Jani? Trituban! Eszter, akkor van kérdésed, ugye? Anita? Figyelek. Még mindig Anita. Kérdezzél. Megvan még az üzletközpont Óbudán? Megvan, igen. Köszönöm szépen. A hogy itt a megvan, vége. Megvan, igen. Így van. Azt mondtad ezt. Bocsánat, Anita. Igen. Megvan, igen, ezt mondtad, és az igen, az egy... Sajnálom. Húha. Én is, hidd el. Ez hamar jött, Anita. Mi is. Sajnálom, itt voltam egy picit, megmondom nektek. Hát, meg gondolom, persze, az benne van azért a dologban, hogy az ember izgul. Észre se vetted, hogy kibontad olyan hírt, nem? Nem, megmondom őszintén. Most már teljesen mindegy, mondhatom a tiltott szavakat. Nyugodtan, most már abszolút beszélhetünk, persze. Lehet, hogy rosszul tetted, hogy Karcsit. Bocsánat, Feri választott. De azért köszönöm szépen a lehetőséget, nektek egy szép napot kívánok. Hát mi is neked, köszi a játékot, nem volt nagyon hosszú, köszi a játékot. Vigyázz magadra, szia Anita. Hello, ciao, ciao. 2-2. 2-2. Tényleg? Azt teheted, szeretjük, amikor a pénteken dől el, hogy ki nyeri. Izgalmas. Uh-huh. Izgalmas lett a hétvége. Mondjuk 19-3. Uh-huh. Az összesített eredmény, az nem rossz. Úgy, hogy azt a hetet, amikor mi Szabin voltunk, ugye odaadtuk a hallgatóknak, mert egy hallgató megírta, hogy nem kell.
Rájöttem egyébként, Feri, bocsánat, igen, hogy te egy könyörtelen ember vagy. Te mindig, minden nap elmondod ezt a tényleg, tehát hogy de amúgy 19. Hát de most miért? Legyünk már büszkék az eredményeinkre. Miért forgatod bennük a kés? Legyünk már büszkék az eredményeinkre, és egyébként a 2-2 se rossz, még holnap te játszol, nyersz, és akkor már 20. Na? Srácok. Gyerekek, a lényeg, hogy megvan ez a hét is. Ja nem, nincs meg. De majd holnap meg lesz. Még nekünk is össze kell kicsit hangolódni, még darabokban, gyerekek, darabokban van a ma reggel, de összeszedjük. Jó, nem, már kezdtünk azért magunkhoz térni, aztán jöttek a szombréroszok. Az vagy ez a három szombréroszos csávó, ez a két fáradt fúvolával edegem, annyira bevert nekem, hogy most... Igen. Na. Nézzük gyorsan még a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy... Tibor, jó reggelt, Balázs, nem akarlak megbántani, de nehéz lett volna nálad unottabban kezdeni a mai napot, ahogy te indultál ma reggel 6 óra után. Üdv Tibor, Tibor drága vagy, köszönjük szépen. Aztán M3-as Gyögyösi Budapest felől kiváló, mert hogy hatóságmentes gyufa küldte nekünk, köszönjük szépen. Egyszer játszatok már a Zsüllel, írja nekünk egy hallgató. Tényleg, holnap döntsön a Zsüll. Játszon a Zsüll? Persze. Tudsz játszani, Zsüll? Persze, nem, beszélni én tud. Én szoktam vele játszani, dobálok neki labdát fel az udvaron, néha vissza is hozzá. M3-as Gyöngyösség Budapesttől hatóságmentes, köszönjük szépen. Csornán már most ott van a trafi, úgyhogy mindenki figyeljen, méghozzá Farád felől érkezőket mérik egy fehér Seatból, mint mindig. Köszi. Aztán nézzük még, hogy mi van. M1-es, M7-es kivezetének leálló sávjában Győr felé sétál egy munkaruhás férfi. Endre a pénzszállító küldte nekünk, és van egy trafink az M3-ason, a 183-as kilométernél, méghozzá Pest felé, szemből, a rendőrautóból a forgalom elől elzárt területen, 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk. Uh-huh. Hát megint ez a forgalom elől elzárt terület. És sosem tudjuk meg, hogy ez szabad, nem szabad, lehet nekik, nem lehet nekik, leállósában, forgalommal szemben nem. Olyan dolgokat lát az ember néha az úton, hogy az valami amikor már visszavonul az aktív szolgálattól a csornai trafi, akkor szerintetek márvány emléktábla lesz, egy teljes, egy az egyes szobor, vagy pedig csak egy kopjafát állít majd az emlékére az ORFK? A csornai és a farádi trafi. Igen, a farádi. Ők ketten. A legnagyobbak. Szerintem abban a két autóban már nem ül senki. Senki. Az biztos. Lerakták a két transportert, a fehér autót, és mindenki azt hiszi, hogy trafi van, de lassítanak. Ne. Nincs nap, hogy ne írná meg valaki, hogy azok ott állnak. Igen. Na, meghallgatjuk újra Ákos híreit. Jó, holnap a döntő ütközetre már, ha valaki érez magában erőt, akkor nyugodtan gyakoroljon a mai napon, mert holnap leverhetőek leszünk a hét utolsó napján, mert hogy 2-2 van. Jó? Úgyhogy gondolkozzatok azon, játszanátok-e. Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. A Klasszon jön a hétvégi jó idő, és nem volt közöm ez a gagához, csak mondom. Tehát persze, hogy nem. Nem, de most tényleg nem mondjuk ki, nem benn volt szerkesztve. Tehát nem rakunk be zenéket, nem én húztam be. Azt mondtam, hogy na majd kaptok valami durvát, erre hírek, utolsó másodpercén ránéztem a monitoromra, és láttam a gagát, erre megbőlkem, ezt most le nem mossuk magunkról, hogy ezek mi voltunk. Mert ahogy látom, a folyamatosan beszerkesztett zenéket, de ez jött egész egyszerűen, mert én nem is voltam bent a hírek alatt, és akkor így a kettő összecsengett, hogy na majd hét után erre pont gaga, és így fogtuk a fejünket Zsüllel. Na jó, ez szép volt. Már a tudatoddal irányítod a pultot. Érted? Tehát olyan szimbiózisban és együtt itt a technikával, hogy a tudatoddal behúztál egy gagát. Ha én húztam volna be, akkor az egy másik gaga lett volna, de nem volt hozzá. Nem volt hozzá közöm. Solymár, Pilisvörösvár körforgalomban felborult egy húszállító autó, tart a helyszínen, és Imi küldte nekünk. Gyöngyösön a Petőfi úton mérik a Gyöngyös Solymos felől érkező kecsá Tibi. Balázs már megint lenyomta Lady Kakát. Nem én voltam. Én bevallom, ha én vagyok. Általában akkor retrót kaptok. Nem én voltam, tényleg. Vállalom Gagát egyébként, de nem.
Ez most egy egybeesés. Egybeesés volt. 10-es utat mindenki kerülje, többen írtátok nekünk, köszönjük szépen. Ott baromi nagy dugó van. M5-ös Szeged felé hatóságmentes, jó járható, szép napot nektek, Boszorka. Köszönjük szépen. Vajon így hívják, vagy ő hívja így saját magát? Ugye is egy jó kérdés, hogy ezt megkapta, vagy magát hívja így. Ha magát, akkor az jó. Az embernek van ennyi önismerete, az nagyon klassz. Bari, ez a bosszú, a trombitás mexikóiak. nem volt ebben semmilyen bosszú. Na, azt nézem, van még más közlekedésünk? Nincs nagyon, ugye? Egyelőre nincs. Nincs nagyon. Na, talán néhányan már hallottak arról a kis videóról, ami brutálisan terjed az interneten, és tegnap vagy tegnap előtt küldte át nekem valaki, és sose lehet tudni már ezeknél, hogy ez igaz vagy nem igaz, eredeti vagy nem eredeti. Az ukrán videóról is kiderült egy üdítő reklám, a félbevágott autóról, amiről tegnap beszéltünk, a félbevágott mackó, félbevágott autó, az félbevágott kenyérpirtól. Igen, a férjes sztori, arról is kiderült, hogy az kamu. Kamu ugyanis egy német jogász portál talán, vagy egy német ilyen, hát tulajdonképpen ilyen vállóperes iroda, ügyvédi iroda hirdette ezzel magát. És mind az egész világ benyalta, hogy egy megkeseredett férj félbevágta az autóját, a plüsmacit, és mi is beszéltünk erről tegnap, nem is nagyon járunk utána, meg nem is érdekes nekünk, egy-egy hírjó, téma indító, és mi abból témát csinálunk. De tegnap olvastam, hogy kamu. És ott mi volt az üzenet, hogy segítünk kampány. Elválasztani, vagy mi? Persze. Há, igen. Gerilla kampány volt, amit elindítottak. Lehet ezt másképp is csinálni. Aha. Hagyták, hogy menjen egy csomó ideig, és amikor pedig már átvette mindenki, angol szász lapok, amerikai lapok, más német lapok, európai lapok, akkor bejelentették, hogy gyerekek, mi vagyunk. És egyébként egy jogásziroda volt, és egy jogászirodának a gerilla kampánya, vagy marketing kampánya volt ez. Jöjjön hozzánk válni, majd mi segítünk békében elválni. Viszont ennek, ügyes, egyébként nagyon ügyes. Viszont ennek fényében most már fenntartásokkal kezeljük azokat a hallgatói SMS-eket is, amik tegnap bejöttek. Csak azt nem tudom, hogy azok mi mellett kampányoltak. De hogy a fele kamu volt, az is biztos. Ugye, már semmiről nem lehet tudni. Semmi nem igaz. Semmiről nem lehet tudni, igen, hogy most mi az igaz, mi a nem. Tehát valaki megírja, érted, hogy csornán van trafi, akkor az bújtatott csorna reklám. Hát, figyelj, már nem tudhatod, hogy ki mit ír, nem is tudunk ennek utána járni. Most, hát, hogyha csinálnánk egy évvégi összesítést, majd az évvégén, mert ugye most ezt évvégén szokták csinálni, úgy tudom, akkor, és megnéznék, hogy melyik településnek a neve szerepel a legtöbbet mondjuk a Morning Show-ban, akkor Csorna és Farád biztos, hogy a top 5-ben végezne. Az biztos, igen. Lőrinc mellett. Na, hát, hogy ez a videó kamu vagy nem, azt nem tudjuk, de már 500 ezeren megnézték a YouTube-on, és ebben egy fiatal ember keres valakit, illetve pontosabban szeretné, hogy 5 órakor a szökőkútnál legyen. Eljöjjön a randira. Eljöjjön a randira, ez vírusként terjed, és mindenkinek ott van már a gépén, aki nem ismeri, az most meghallgathatja, hogy mit akar ez az úriember, és miért szeretné, hogy az az ominózus lány, akiről egyébként nem tudjuk, hogy ő kicsoda, legyen a szökőkútnál. Hát de már kíváncsiak vagyunk rá rohadtul. Nagyon kíváncsiak. Az egész ország. Ez azért van, mert tele vagyunk egyébként valójában érzelmekkel, nyitottak vagyunk a romantikára, mindenkiben a cinikus, kiégett állat mögött ott lapul egy érzőszívű kis virágot tépkedő kis romantikára vágyó ilyen hajlamú emberke, és ezért engem is ezért érintett meg. Mert randiznál egy szökőkútán. Mi volt az a reklám, amikor itt a Deák téren a nagy épületre kifüggesztették, és kiderült, hogy talán egy, nem is tudom, alfa, vagy nem tudom, milyen autóreklám van mögötte, és valaki bocsánatot kért, vagy valaki kirakott, vagy mi meg volt, és az egész ország erről beszélt, hogy kint volt a Deákon egy hatalmas nagy szakító. Egy épülethálló. De mi volt ez? Szakító üzenet? Vagy, nem, szerintem visszakönyörgő, nem? Hogy vagy fogadj vissza, és mi is arról beszéltünk, hogy ez most igaz, nem igaz, gerilla kampány, marketing, nem tudjuk, hogy mi volt. És aztán valahol én ezt olvastam, valamelyik cég ezt bevallott, hogy ez az ő kampányuk persze, volt. Ez egy kampányfogás volt. De mi volt? Egy portálnak a Mariella, nem tudom, hol találhatsz meg, vagy találkozhatunk fent, vagy valami ilyesmi. És mindenki izgult azon, emlékeztek? Hogy az örök szerelem vége. Az örök szerelem vége, és milyen romantikus, és jaj, de jó, és kirakhatta ezt ki, és decuki volt, de már meg nem mondom, hogy mi volt az alapüzenet a dolognak. Na, ez a fiatalember azt szeretné, hogy Janet legyen a szombaton 5-kor a szökőkútnál. Ez a lényeg ennek a videó üzenetek, és ő egy piros pólóban egy medence előtt felvette egy videó üzenetet.
arról, hogy, hogy mit, mit szeretne, miért szeretné, hogy szeretné, és miért legyen Zsanett szombat 5-kor a szökök után. Persze, és a medence se lehet egyébként véletlen, ezzel is jelezni akarja, hogy azért van neki, mint a tejbe apítani a bár. Ez egy nagyon jó kis, a hiperekben is kapható, felfújható viszonylag medence. Nem drága medencéről van szó, de azért mégiscsak egy medencéről, és hát ugye Zsanettnek több mindent ígér, majd bele fogunk hallgatni nyilván, és akkor akik nem hallották, az is meghallják, hogy ő nagyon sok mindent ígér Zsanettnek. Nagyon sok mindent. Zsanett nagyon csinos. Nagyon csinos, nagyon tetszett neki már, amikor először is találkoztak, igen, és el is mondta neki azt, hogy milyen számon kaphatja meg, vagy érheti előtt, illetve, hogy ő mindent meg fog neki adni. De tényleg az égvilágon mindent, mert nagyon csinos. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond, jó? Vagy belehallgatunk. Szia, Zsanett. Figyelj. Nagyon régóta tetszett, szeretnék vele beszélni négy szem közt, hogyha látni, beszél, de csak akkor, hogyha nincsen barátod. Szökökútnál szombaton 5 órakor létszíves legyél már ott. Így indulunk. Tehát így indulunk, hogy szombaton a szökökútnál létszíves legyél ott. De rögtön az elején már a lecsóba csap, tehát hogy nem hagy gondolkodási időt Zsanettnek, ő már az első két mondaton belül elmondja, hogy akkor szombaton a szökökútnál Zsanett. Szombaton legyél ott, igen. Jönnek a miértek, hogy miért kell ott lenni. Nem mondom, nagyon csinos vagy, már nagyon régóta tetszesz, már szerettem volna régóta beszélni vele, de én úgy tudtam, hallottam róla, hogy van barátod, addig azért nem szóltam neked, már én nem vagyok olyan férfi, az a férfi, az a srác, vagy aki szól értel. Ha nincsen barátod, akkor légy szíves, legyél ott a szökökútnál túlrakod. Nyomatékosítás? Igen. Még egyszer a szökökútnál? Nagyon szeretlek már most. Csinos vagy nagyon. Amit tudok, megadok neked mindent, meg fogok neked adni mindent. Nem tudom, hogy tudod le róla, hogy hol, mint vagyok most. A nénémnél lakok, az Etese némni. A házamban most a bandék laknak, albéletben, az mindig mennyi. Nagyon nagy duma. Ezt mert egy finom, hogy jelzi, hogy azért ő elég stabil. Igen, tehát elmondja, hogy van egy háza, ami albélet, de nyilván nem akar arcoskodni, utána azt mondja, hogy az nyilván annyi a mennyi. Mindegy, hogy mennyi. Most a bandék laknak benne, nyilván nem ingyen, érted? Hát mégis azért kell szakítani valami előle. Igen, na figyelj. 20 év vannak ott, és azt mondta nekem a bátyám is, a neném is, néném, hogy amint lesz barátnőm, ő ismer tégedet, tudja, hogy nem vagy olyan, mint a többi nő, hogy csak arra az alkalomra, nem csak arra az alkalomra kell lenni nekem, Zsanett, ami megtörténik, az, ami meg kell. De nagyon nagy duma. Ficit elmondja a szexre. Ficit, de óvatosan, óvatosan. És egymáshoz való, hogy megfigyel a szöveget, mert azt mondta, hogy ő sem olyan férfi, illetve Zsanett sem olyan nő. Azt nem tudjuk, hogy milyen férfiről és milyen nőről van szó, de egyikük sem olyan. Igen. Előbb-utóbb persze, mert hogy tetszesz nagyon, és nem csak az alkalomra kell lenni. Na, én együtt szeretnék veled élni, már nagyon csinos, hogy tetszesz. És megígérem neked azt, hogy nem foglak meccsolni soha. Hűséges típus leszek hozzád, mindvégig, amíg élünk. De ebben foglak szeretni, nem foglak átlejteni. Szívembe leszel addig, amíg. Már kicsit búcsúzik is. Igen. Már búcsúzik egyébként, igen. Tehát egy vallomás, ha nem jön össze, akkor már azért egy finom búcsúra felkészülés. Szeretlek nagyon. Mint hogyha visszaemlészek arra, amikor mondtam neked, hogy a számom megadtam, amint feltűltem a kártyámat, nem tudom, én 70-es, mondtam, hogy 70-es vagyok, csak nem lenné 70-es, veszek neked kártyát, és akkor hétvégén tudnánk beszélni ingyen is. Én imádom. Vasárnap. Légy szíves, legyél ma ott mindenféleképpen, szeretnék veled beszélni, Zsanett. A szökökútnál 5 óra. Ha esetleg Zsanett elfelejtette volna. Puszillak. Csókollak. Ujjjj. Ő szereti ezt a lányt. Tehát ő szereti ezt a lányt. Ez teljesen egyértelmű. Hogy ő oda van ezért a lányért. Igen, nem sokat találkozhatnak még. Mindez egyébként piros pólóban egy nagyon szép kék körmedence. Ennyi. Ülve egy rekeszem. De ellen lehet neki állni. Ugye nem? Tehát, hogy egy nő, akinek ennyiszer mondják azt, hogy tetszesz, az ellen tud állni? Oda tudna menni 6-ra vagy 4? Nem, 5-re fog menni. Oda fog menni ahhoz a szöködni. Mikor rakták fel a videót? Nézd már meg, léci. Akkor lehet, meg lehet nézni. Persze, ott van rajta. Ott van alatt a videó alatt. Június 23. Akkor benne vagyunk, jó van, akkor ez a mostani szombat, reméljük. Hajrá, Zsanett. Ez a mostani szombat. A szökökútnál. Csak azt kellene kideríteni, hogy hol van ez a szökökút.
Hogy melyik hát, település lehet? Illetve... Hogy készül egy ilyen videó, hogy a haverja fölvette és föltette, vagy ők kitalálták, hogy YouTube-on keresztül érik el Zsanettet, és Zsanett majd YouTube-on megnézi ezt az üzenetet, vagy ráüzentek Zsanettra SMS-ben, hogy nézd meg a YouTube-ot, mert üzent neked. Nem tudtak ráüzenni, hiszen nem tudja a számát. Nem tudja a számát. Tehát akkor valaki valahogy el kellett juttatni ezt az üzenetet Zsanetthez. Nem? Két személy jött szóba. Egyrészt Bandiék, mert lekötelezettek, ugye ott laknak most a Pecóban 20-ért, tehát hogy ezt tudjuk, illetve egy másik nagyon fontos személy az ő életében, a Nené, illetve Néne. Néne. A Néne, igen. Figyeljetek, teljesen korrekt és kerek a történet. Igen. Megvan az álmaid nője, elmondod, hogy milyen. Vázolod az anyagi helyzetedet, ugye? Igen. És lehetőséget azt neki, fölajánlod a jövőt, és hogy te mondtad, az zseni a végén, hogy ha mégse. Ha mégse, akkor mégse. Mégse, igen. Milyen számot említett, hogy neki milyen a mobilja, milyen előhívója van? 70-es. Mit mondod? Azt mondta, hogy 70-es mondod. 70-es mondod? Nem, 70-es mondod. Sokan azért is. Óvatosan akkor. Persze, mert... Mert emberünk egyébként piros pólóban ül. Igen, lehet, hogy kerül a marketing. Emberünk egyébként piros póló, egy brutál piros pólóban ül, egy olyan kék medence előtt, hogy szívem szerint azonnal fejest ugranék bele, ha van benne víz. Amikor nem, akkor se esel egyébként nagyon. Tehát ezzel óvatosan kell bánni. Nehogy kiderüljön aztán, hogy ez is egy gerilla marketinges kis mini kampány, mert itt azért bemondta 70-est, és brutál piros póló. És azt is mondja, hogy veszek neked feltöltő kártyát, mert akkor hétvégén ingyen tudunk beszélni. Túl sok itt a konkrét információ. Igen, tehát gyanúsá kezd egyébként ez a videó válni. Mi már kicsit tényleg minden videó az akkor is zseni. Akkor is zseni egyébként, mert maximálisan elért a célját. De szerintem, azért nekünk egy elég komoly hallgatói táborunk van, szerintem próbáljunk már meg egy kicsit így utána járni annak, hogy ez az ember ez hol lakhat, lehet esetleg a hallgatói között olyan, aki őt ismeri, személyesen is esetleg be tudjon azonosítani valamilyen okból kifolyólag, mit tudom én. Ha ismerem, ezt nem bedetszél nálunk, hétvényig lehetett akciósok, vagy valami, mert hát más támpont nincsen nagyon benne. Bandi. Hol a szökőkút? Na ki Zsanett? Hogy tudjuk megtalálni? Ki ő? Miért nem hív már fel bennünket, hogy itt vagyok, én vagyok Zsanett. Zsanett tudja magáról, hogy ő az a Zsanett? Azért nem hív fel minket. Mert ő sem tudja. Ha bár most nézem egyébként, a mi számunk is 70-es, de csak hétvégén tudunk beszélni. Na, akkor igen. Tehát Zsanett nem tud kapcsolatba lépni. Tehát nem tud kapcsolatba lépni a sráccal. Igen. Hát Zsanettet akkor meg kéne találni? Meg kéne találni. Mikor van ez a randi? Holnap szombat. Után? Szombat. Holnap szombat, után. Szombat, a szökők igen. Után. Szombat. Hát, de nem csak Zsanettet kell megtalálni, hanem a fiút is. Vagy hogyha Zsanett tudja, hogy melyik szökőkút? Hát egy város igen. Lehet, és valószínűleg akkor... ez egy olyan kisebb település lehet, ahol, ahol van egy szökőkút, és oda kell, mindenki oda megy szombat ötre. Így van. Most szerintem ez is egy picit majd rombolni fogja a dolognak az intimitását, hogy gyakorlatilag az sokan egész falu ott lesz. Hogy mindenki ott lesz a szökőkútnál. Mindenki ott lesz a szökőkútnál. Vagy mindenki ott lesz a helyi szökőkútnál, és abban fog reménykedni 5 órakor, hogy az ő szökőkútjukról volt szó a videóban. De szerintem csak van egy olyan ember, aki felismeri a felvétel alapján az úri embert. Igen, tételezzük fel, hogy nem egy gerilla kampány. Tehát ma induljunk ki abból, hogy mondjuk nem az. Ha az, akkor ügyesen megcsinálták. De akkor tényleg ki kell derítenünk, hogy ott volt-e, ott lesz-e, ki a lány, melyik szökőkút. Ugye? Tehát talán még segíthetünk is neki. Annyira most őszintén, hát a könnyekig meghatott mindenkit ez a videó. Hát olyan szép volt. Hát mi az a Titanic? Mi az a Rómeó és Júlia? De melyik Zsanettet keresi? Hát amelyik tetszek neki. Tessék? Nem hiszem, hogy úgy jobb. Én nem a rendőrös Zsanettre gondoltam, hogy ez egy újabb Zsanett ügy lesz. Nem, hát volt egy ország Zsanettje volt, de hát nem hiszem, hogy ez ő lenne. VB Zsanett volt, utána még a EB, VB, VBK, EBK, KEK, BEK, BL, BL Zsanett. Igen, hát HP Zsanett, ugye Hajdú Péterrel is. Hát ő Hajdú Péterrel is együtt volt, ugye HP Zsanett, ugye BB Zsanett, ő volt egy ország Zsanettje, amikor ő kijött a Big Brotherbe. De kicsi az esélye egyébként nyilván, hogy szerintem igen. De miért nem mondott vezetéknevet? De miért nem mondta, hogy milyen Zsanettet keres? Mert ők már találkoztak egymással. Az ő Zsanettje tudja, hogy neki üzent. Tehát az ő Zsanettje tudja? Aha. Ő tudja. Mert hogyha esetleg tényleg most VV Zsanettről lett volna szó, és azt mondja, hogy ha nem dolgozol szombaton a szörvgyárba, akkor tudtuk volna, hogy az tényleg ő. Mert hogy vele kapcsolatban ez az egyetlen információnk van, hogy egy szörvgyárba dolgozott, illetve az, hogy Hajdú Péter oda támasztotta egy mélygarázsban a falnak.
Ott történt az eset. Ez erre így emlékszem, hogy a Hajdú hol kaptál az ajánlatot, tényleg? Igen. Hát fűtötték a garázst, gondolom, hát sokan nem voltak éjszaka. Jó, írjátok meg nekünk, hol van ez a szökőkút? Hol a szökőkút? Aha. Ő vajon tudja, hol a szökőkút? Már aki beszél? A srác. Hát akkor... Hát csak nem olyan helyre hívta. Honnan nagy a baj? Tudja, hát az alapoktól kell elindulni. Ő tudja, igen, hogy hol a szökőkút. Mert azt mondta volna, hogy legyél a szökőkút. Hogy találkozunk szombaton 5-kor a medencénél, akkor nem kellett volna messzire menni. Nem lehet, hogy összekeveri a medencét a szökőkúttal? Hát... És ő itt vár ennél a medencénél. De írjátok meg komolyan, Roli, azt ismerem a fiút, nálunk dolgozik a műanyaggyárban, onnan a medence, meg a rekesz. Kiléci a Zsül a telefont, Roli írta nekünk ezt az SMS-t, mindjárt fölhívjuk. Most komolyakat írjátok, hogy tényleg igen, utána tudjunk igen, ennek igen, a dolognak van. Járni. Jó, ki akarjuk deríteni tényleg. Ha esetleg valaki ismeri Zsanettet, akkor küldjétek már el nekünk. Nem a számát, csak egyáltalán, hogy ki ő, vagy ha... esetleg Zsanett hallgat bennünket, akkor mondja már el, hogy ott lesz-e, vagy nem lesz ott. Így van. Mi közé a műanyaggyárnak egy felfújható medencé? Hát lehet, hogy ott gyártják. Jó, ott csinálták? Ott gyártják, és akkor nyilván az alkalmazottak... Kikerült. Hát vagy például, igen, kiesett a kerítésem, vagy ilyesmi. Aha. Esetleg. Én annak is örülnék, hogy a Banni telefonálna be. Mert ő ugye mellékszereplőnek tűnik igen. Most itt ebben a történetben, de fontos hát, mellékszereplő. Érte? 20 év. Aki bérli a ház, találjuk meg Bandit. Hát is érdemes lenni, megtaláljuk Bandit. Bandi elmondja, hogy ki a fiú. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg hívását később. Na, írsz SMS, aztán kikapcsolatlan. Igen. Aha. És akkor még azt is felmondta volna a gépen, hogy kam volt az SMS, ne szokja. Igen. Elmennétek a szökőkútosz, kapnátok egy ilyen SMS-t? Mert szerintem egyébként ez romantikus. El, ha Zsanettnak hívnak bennünket. Illetve én akkor is elmennék, ha nem. Tehát, hogy megnézd, hogy mi történik. Figyelted azért, érted, akárhogy is nézzük, tényleg, tehát, hogy egy ember ennyire beléd van zavarodva, ennyire beléd van szúgva, ennyire imád, ennyire akar, ennyire megtenne mindent, érted? Ráadásul azért van mit a... De honnan tudod, hogy te vagy az a Zsanett? Mert az országban van mondjuk, nem tudom, 100 ezer találkoztak már. Hát csak látta az ember, azt nem mondta, hogy beszélte. De beszélne. Mondta neki, de mit mondta a videón, hogy mondta is neki, hogy ő neki ilyen száma van. Aha. Most itt van Zsanett száma, vagy kaptunk egy számot. Na. Oké. Okay. Na most. Hát egy Zsanett. De ez nem tudom, kinek a száma. Azt biztos, de mit Zsanetté. Kaptál egy de nem biztos, hogy azért a Zsanetté. Nem, kaptunk egy számot, hogy hívjuk föl a Zsanettet. Na. Hiátok fel ezt, ez így lehet, hogy nem teljesen egyértelműen a Zsanett átcsörög egyébként. Aha. Az a baj, most jönnek a telefonok, hogy Zsanett vagyok, én vagyok. Titkosítva van a számom, de azért elküldöm. Aha. Ja, most bejött olyan 4000 telefon. Azt mondom, hogy a milyen keverik most a család soha. Hú, átkapcsoltak. Ilyen Bandiékhoz. Zsanett vagyok, ki keres. Jó, eltűnt? Eltűnt. Azt mondja, hogy na jó SMS-ek jönnek, mi ismerjük Zsanettet, a budapesti rendőrfőkapitányság is írt nekünk, igen. Az, hogy nem hívunk föl mindenkit, mert itt most már folyamatosan folyamatosan. Állítok, a Tibi megtalálta Zsanettet, közben azt kapjuk, a kasza megtalálta? Igen? Hát fölrakta a videót, azt láttam, de... És mi a videó? Vagy miről szól a videó? Nem, ezt. Ja, ezt a videót, magát az 5 órás szökőkutas videót rakta föl. De nem, meg a lányt is állítólag ő megtalálta. Megtalálta a lányt. És mit mondott a lány? Hát akkor engem csak a végeredmény érdekel. Hogyha megvan a lány, akkor ő mit mondott erről? A végeredmény az úgy szombat lesz. De hogy lesz randi akkor szombaton, vagy nem lesz randi szombaton? Tehát a kislány azt mondta, hogy ott lesz annál az ominózus szökőkutnál, vagy elutasította ezt a nagyon helyes fiatalember, aki ennyire bele van zúgva Zsanettban. Igen, ez a kérdés, de szerintem, hogyha ha ő most nemet mondott, és nem akar elmenni, akkor van egy igazi missziónk. Hogyha? Akkor rá kéne beszélni. De várját, hívjuk fel a kasszát. Csak kérdezzük meg, hogy mire jutott ezzel a dologgal. Most ezt zárjuk le valahogy. Kérdezzük meg, lehet, hogy még alszik ilyenkor, hogy neki Zsanett elmondta, hogy nem lesz ott a szökőkútnál. Érdekel a miért? Lesz. Hogy miért nem lesz ott a szökőkútnál? Nem? Na, de ám ha... 30-es akar maradni. De ha te kapsz... nem akarja eldobni, nem akarja eldobni. De hogyha te kapsz egy ilyen üzenetet, akkor miért a kaszatibit keresed meg vele?
Lehet, hogy ez egy bújtatott kasszatibi reklám. Aha. Ja, hogy a kassa elindította ezt, mint videó. Aha. Nem, most hát csak azért fel, mert érdekel a történet vége, mert nem ismerem a sztorit, nem követtem a Tibi oldalát, hogy mi lett a vége. Hogy mit mondott akkor. Uh-huh. Hogy a kassa közben bejelent ki. Aha, jó, na mindjárt megkérdezzünk. Uh-huh. Itt annyi van az ő Facebookján, hogy exkluzív új fejlemények, Zsanett jelentkezett nálam, és elmondtam, mi várható a szökőkútnál randi ügyben. Hogy micsoda, hogy? Zsanett jelentkezett nálam, írja Tibi, és elmondta, mi várható a szökőkútnál randi ügyben. Ennyit látok, több infó nincs kint, egy videó van kint. A Tibitől. Ja, hogy ő beszélt a Zsanettel. Igen, igen. Aha. De. Ne legyen info ír így. Mondja már. Ne legyen Zsanetti így. Most már, de tényleg. Oszd meg a Zsanettod. Pitt, ez egész országot érdeklének a sztorinak a végkifejlete. Itt a Tibi fönn van ilyenkor? Tibi, hello! Tibi fönn van! Hello, Tibi, szia. Te ilyenkor rám fönn vagy? Hello. Tibi! Persze, meg az ágyam színén ücsörögtem, hát ha hívtok. Figyelj, te megtaláltad tegnap ezt a csajt, vagy tegnap előtt, tényleg? Pontosabban ő talált meg engem, tudjátok, engem inkább megtalálnak a lányok. És rám üzent, és de egy tök jó arc volt, de mondta, hogy végig gondolkozik, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, mert hogy a srác az nyilván fülig szerelmes belé, és hogy igazából őt bántotta is, nekem megírta, hogy őt bántotta is, hogy a srác elég sok ilyen bántó üzenetet kapott, és hogy annyi, hogy nyilván nem fog elmenni a randira. Miért? De hogy ő nem is gondolta egyébként, hogy ez ennyire be fog majd ütni ez a dolognak, hogy ennyire sok megosztása lesz majd, de ez egy neki szóló magánüzenet volt. Egyébként onnan tudtam, hogy tényleg ő az, hogy kommentben nekem már előtte megírták, hogy kiről van szó. Tehát több kommentben jelezték, hogy ő a szerelem tárgya, és ő maga is előkerült pár nap múlva, és akkor ő jelezte, hogy nem lesz ott. Pontosan, hogy ott lesz, de csak el fogod sétálni, mert hogy lesz valami rendezvény. Uh-huh. Ja, hogy is neked elmondta, hogy ott lesz a szökőkút mellett, de nem megy el konkrétan erre a randira. Így van, tehát hogy ott állítólag falunap lesz náluk, és valami rendezvény. Azt éreztük, hogy valami ilyesmi lehet, hát igen, tehát egy rendezvény lesz, és akkor ő elsétál ugyan a szökőkútnál, de nem megy el a sráchoz. Így van, tehát hogy oda fog menni, de ők ismerik is egyébként egymást, a videóból is kiderül. De hogy ő nem fog elmenni, abban próbáltam egy picit segíteni, hogyha ő nem megy el, akkor esetleg másokinek ez a kendőzetlenül finom stílus bejön, az esetleg menjen oda. Aha, ez érdekes. És ő ismeri ezt a srácot, vagy ő tudja, hogy miért ez a nagy szerelem? Ő ismeri ezt a srácot egyébként, és ő finoman ugye arra célozgatott nekem ugye az üzenetekben, hogy a srác nem teljesen százas. És hogy ő... Mi ezt nem éreztek. És gratulálni is szeretnénk az unokaöcséthez, hogy ilyen bátran felvállalt az érzelmét. Srácok, bár korán van, de ugye nem jól hallom, hogy ebből is én jöttem ki rosszul, hogy valaki üzenget valakinek. Ja, tehát a lány elmondta akkor, hogy akkor nem teljesen százas a srác, és hogy nem akar elmenni. Aha. Jó, csak hogy valahogy le tudjuk zárni ezt a sztorit, mert engem ez érdekelt, hogy... Én azt remélem, hát én tegnap... Mi a neve a srácnak, azt elmondta a Zsanett, hogy mondta? Pista. Pista? Aha. Uh-huh. Tehát, hogy egy klasszikus szép neve van, Pistánk üzent Zsanettnek. Mondom, Zsanett igazából ennyit mondott, és egyébként tök jó arc volt. Én egyébként hát ugye próbáltam picit felbújtani, hogy egy videóüzenetben válaszoljon, mert úgy lett volna azért kerek. De ettől végül is eltekintett. Aha, tehát nem akart válaszolni. Hát nem akart ebbe belemenni, pedig mondtam, hogy legalább fújjon fel egy gumikacsát, aztán üzenjem belőle, hogy valamit, hogy úgy lett volna szerintem szép ez a kis szerelmi dolog. A medence de nagyon kemény, azt láttad? Azt láttad, nem? A medence, persze, zseni. A legnagyobb. Megosztottam én is. Megmondom őszintén, hogy szerintem úgy lett volna kerek, hogyha ő is válaszol. Független ettől mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, akinek ez a fajta, aki látta a videót, és akinek ez a fajta nagyon-nagyon nyers, nagyon-nagyon macsó stílus bejön, hogy azért menjen oda, tehát hogy próbálkozzunk. Ne, tehát, inkább csináljuk azt, hogy akinek ez a stílus bejön, az a te oldaladon jelentkezzen. De jó. Legyen az, hogy akkor találjunk ennek a fiúnak csajt Kassa Tibi oldalán. Így van. És jelentkezzenek a csajok, akik viszont ötkor ott lennének a szökőkúton Tibi oldalán. Mit szólsz, Tibi? Jó, ez most csak így most ez egy hirtelen. Tesó, bár mondhatnék más, de csak annyi jut eszembe, hogy köszönöm. Tá,
Hát muszáj ennek a fiúnak, Pistinek akkor lányt találni. Tehát aki egy ott lenne szökőkútnál 5 órakor, az küldjön Tibi oldalára. Figyeljék, ez a srác egy kincs. Őszinte, érzelmes, láthatom van, mint a tejbe aprítani, én például vezetek és vízzel egy ekkora medencét, biztos, hogy nem töltenék fel, mert rohadrága lehet. Viszont a Berecki igen, és beledobná a mobiltelefon. Az is így. És kampányolna, hogy vigyázzunk a vízre, és vigyázzunk a természetre. Jó, de akkor viszont legyen az, hogy akkor kerek legyen a sztori, hogy Pista meg vegye föl velem a kapcsolatot, és akkor egyértessük, hogy mi a típusa, hogy nehogy az legyen, hogy most én itt fűtfát oda küldök közben, meg nem is jön be neki. Jó, tehát, figyelj, akkor vállalod szombat 5 óráig a szerelem angyal szerepét, hogy akkor megpróbálunk veled együtt közösen a te oldaladon fényképes önéletrajzokkal Pistinek csaj találni? Hogy valaki legyen az 5-kor a szökőkútnál. Megmondom őszintén, a könnyeimmel küzdök, annyira örülök. Szerelem mondja. Hogy én leszek. 6000 fénykép érkezik majd az oldaladra. Én leszek a medencés Pisti szerelem angyala a szökőkutas hülyeségéhez. Hát, de ez a figyelj, de azért ez a 21. század love story, érted? Ez egy modern római sülés történet, és én picit bízom benne, Tibi, hogy lesz tényleg egy Zsanett Tetszesz című szám a következő albumodon. De hogy Zsanett Tetszesz, de hogy, és azt is meg lehetne csinálni, hogy lemegyek, és most látod, nem akarjátok, hogy lemegyek. De én pont erre gondoltam, hogy a szerem angyalnak ott a helye a randin. Tehát, hogy be kell 5 órakor, vagy 3-4-5-kor már be kell mérned a szökőkutat, a kis íjacskáddal a hátadon, hogy meglőd majd a fiatalokat, akik egymásra találnak. Egy rohadt nagy ormótlan kupidó vagy ugyan, de hogy így... Én imádnám, ha ezt szombatig bonyolítanád. Szombat délután 5 óra egy falunapon, gyerekek, ez nem egy Kassa Tibi reklám, egy koncert reklám. Játszol te ott, Tibi? Nem, de megmondom őszintén, hogy bármilyen bulim is van, most fel fogom hívni a Gabert, és lemondatom, hogy ott vagyok. Tehát, nekem ez annyira fontos, hogy ti ezt most megálmodtátok itt két kávé között, hogy mostantól nekem erről szól az életem, és én megyek. Nem is tudtam, hogy ebbe a sztoriba benne vagy, csak itt közben jöttek az info, hogy állítólag te ezt a lányt megtaláltad, csak hogy gyorsan rácsörögtünk. Nem tudtam, hogy te ebben benne vagy, csak gondoltam, ha már benne vagy, és hát nálad Zsanett jelentkezett, hát akkor ne hagyjuk már. Pistit lány nélkül. Azt akartam mondani, egy finom feldítés egyébként, hogy a lányt megtaláltam. Én kimentem a Deltére, és elkezdtem kiabálni, hogy Zsanett. Hát a hallgatók írták, hogy Kassa Tibi már az oldalán megtalálta. Hát azért az egy nagy dolog. Előkerült a csajok, nem volt rossz arc, tehát hogy őt tényleg bántotta, hogy azt látta, hogy nagyon nevetségtárgya lett a fiú. Tehát ennyiben azért védelem kell a lány becsület, hogy azért ő nem szállt be abba, nagy röhögésbe, és csak annyit mondott, hogy ő nem gondolt, hogy ennyire felkapják ezt a sztorit, de picit bántja, sokan bántják a srácot, és annyi, hogy azért a konkrétumok szintjén az fontos, hogy ő nem fog oda menni, de akkor figyelj, hogy ha Pista elmondja, hogy mi a típusa, akkor az én oldalamon keresünk akkor valakit, azt én bejuttam az autómba, ne viszem, etetem, itatom. És ott vagy a kábé. És ott vagy 5 óra, akkor a szökőkútnál. Így van. És ha senki más nem, én ott leszek. Ha esetleg elhúzódna a dolog, akkor tudod, hogy a Pistaiknál, most bandiék lakoknak, azért biztos van egy szoba, ahol meg tudod húzni magadat, illetve, hogy legyen alibid, Tibi. Ha legyen alibid, akkor szerintem nézd meg, hogy lesz a falunapon a headliner, és ígéri alá. Ígéri alá, de és hogyha te leszel a fellépő aznap. De nekem, Jani, nem biztos, hogy lehet, csak korán van, de miért kell nekem alibi? Ja, ez is igaz, hiszen valószínűleg nem. Tényleg itt egy bújtatott kasszareklámról van szó, és te vagy egyébként is a fellépő. Igen. Jó, fáli. Na jó, aludjál, még hagyunk, jó? Csak ennek már utána akartunk járni, pihenjél. De nagyon friss vagy így korán reggel egyébként. Fél 8 körül. Magam. Jó van, aludjál, pihenjél. Tibi, köszi. Ciao. Hello. Szia. Ciao. Most pedig keressük azokat a településeket, ahol van szökőkút, és a hétvégén falunap van. Jó? És akkor, hát akkor szűkül a körül, jól lehet. Na, azt már Zsanett elmondta szerintem. Igen. Na jó, a helyes sztori ez az, egyébként. Az. Igen. Igen. Ne felejtsétek el Kassa Tibi oldalára küldeni a fényképes jelentkezéseket, csajok, hogy ki lenne ott 5-kor a szökőkútnál. Kis duma, egy fotó, így van. Tibi majd folyamatosan castingol szombat 5 óráig. Zsanett vagy 4-kor lezárul a jelentkezés, 5-re viszi a kiválasztotta Tibi a szökőkúthoz. Zsanett vagyok, Begyűsz Pista, 4:30-ra vagyok, csak ott, bocs. 7:30 múlt pontosan 8 percen. Óben bátyóval, Beru nénivel játszunk. Ha valaki jelentkezik játékra, akkor nyugodtan írja nekünk SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz múlt 3 perccel. Ez így jobb. Lehet is, de inkább újjon 3 perccel. Itt vagyunk a 4-es úton, Téglásnál, trafink van, Tibika.
küldte nekünk. Valószínűleg nem elírás, hanem ő így hívja a saját magát. Trafi a Gyömrői úton, a 132-136-os szám előtt Pászti küldte nekünk, és a 4-es főúton, a 303-as kilométernél Kisvárda felé szintén van egy trafink, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Köszönjük szépen. Lassú haladás a budai és a pesti alsó rakparton, mint egyébként minden reggel, és az M7-es 144-es kilométerénél is készülnek fotózni. Valamint Badacsony Tomajnál a 84-esen trafi a sümeg felül érkezőket mérik, el vannak nagyon bújva, nehéz őket észrevenni. Palackos küldte nekünk, illetve többen kérdezitek, hogy mi van a Solymár-Pilisvörösvár körforgalomban, miért van akkor a dugó, ott felborult egy 20 szállító autó tart a helyszínen, és mindenkit leterelnek, elterelnek, visszafordítanak, várakozásra buzdítanak, úgyhogy amiatt van ott hatalmas dugó, mert ott az még egy ideig eltart, ez egész biztos, így maga helyszínen is. Nem garanciális javítás. Hát az egy kicsit több annál. Egy kicsit több annál. Figyeljetek, ezt mondjátok már meg nekem, hogy miért van az, hogyha, mit tudom, például az M0-áson most haladtunk a hétvégén, és látom, hogy oldalt vannak ugye ezek a mindenféle ilyen beton elemekből kialakított ilyen falak, amik ugye megfogják azt a löszfalat, hogy nehogy bedőljön, aha, és az mondjuk le van dőlve ott egy szakaszon. De nem egy hete, nem két hete, nem egy hónapja, nem két hónapja, hogy azt miért nem csinálják? Ez az nullás, ahogy mész az M1-M7 felé? Ne, az nem, a, hogy hívják a régi. Ja, de hogy nem. Hát új, kvázi. Új, hogy amit kicélesítettek háromsávba, és mész az M1-M7 felé. Hogy az Anna hegy és az Anna hegyi rész, így van. Aha. Azért, mert megvárják, hogy a többi is ledőjön, és akkor az egészet újra lehet építeni. Aha, mert, ja, mert csak lentről fel. Hát persze, tök hülyeség most egy ilyen elemet kicserélni. Ja, igazad van. És akkor tudsz egy nagyobb beruházást. És ott nézd, az M1-M7 felé jobb oldalon, a hegy megcsúszott egy kicsit? Hát picit, hát maga nem a hegy, vagy ez a domb oldal, ez nem csúszott meg, csak így maguk azok az elemek, amik ugye azt a csúszást akadályoznák meg, azok estek le. Érdekes, hogy nem a domb mozdult el, hanem azok az elemek, amik a domb elmozdulását akarták megfogni. És azok kicsit megcsúszott. Tudom, de leraktak egy csomó hálót, egy csomó követ leraktak, igen, oda, és akkor az ott fogja a hegyet tulajdonképpen, igen. Uh-huh. Nem tudom, hát valószínűleg nem veszélyezteti az autósokat, és azért nem sürgős megcsinálni. Vagy amikor ott majd az M1-esig elviszik a nullást, akkor azzal együtt megcsinálják, mert hogy ott még ugye szélesítik folyamatosan, egészen az M1-es. Egy sáv. Ott egy sáv van, és ott az M1-esig elér majd a nullást. Lehet, hogy akkor csinálják. Hát vagy nagyon magasan van, és csak szemmagaságig pásztáztak, nem? Az is simán lehet. Az is lehet, igen. Kívül esett. Na játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Adél, hello, Adél. Honnan hívtál minket? Zugló, 14. kerület. Zugló, 14. Zugló melyik részéről? Hú, hát Stefánia út, Tököli út környéke. Aha, tudom melyik rész. Stefánia, Tököli környéke. Mivel foglalkozol, Adél? Adminisztrátor vagyok egy nagy cégnél. Szereted? Igen, egyébként kimondottan szeretem a munkámat szerencsére. Másoknak ez kicsit talán száraznak tűnik, vagy olyan egy síkúnak. Így van ez? Vannak benne azért igen olyan napok, meg olyan alkalmak, de azért azt mondom, hogy összességében jó. Igazából, ha szeretek, amit csinálsz, akkor szerintem akkor mindegy is, hogy probléma. Mi a tevékenység, persze. Igen, meg attól függ, hogy hol vagy adminisztrátor. Én például, hogyha adminisztrátor lennék a penthouse-nál, akkor lehet. Kartonoznád csak a lányokat, kartonoznád, lefűznéd őket. A-tól Z-ig, igen. Névsor szerint, igen. Egyedül ülsz egy irodában, Adél, vagy többen vagy? Többen vagyunk, itt a kolléganaim szurkolnak a háttérbe. Hát az jó, legalább van egy kis segítség. Igen, megvan a druk. Meg nem kell egyedül ülni napközben. Az biztos. Hát nálunk mindig jó a hangulat szerencsére, úgyhogy sokan vagyunk csajok együtt, úgyhogy mindig megy a nevelés. Jó, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunén, jó? Rendben. Figyelj! Bármit szerelnek, bármit, igen, ezek a megmondhatatlan atmoszférák, igen. Ez egy magyar dal lesz, és éneklős, sima, nem sorozat, nem főcím, nem filmzene, csak egy egyszerű magyar dal, amit ki kell találni. Jó? Jó, rendben. Mehetünk? Igen. Na figyelj, Adél. Ajja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 j
Magyar dal. Hát kérném a hosszabbat, mert így ez nekem így kevés. Na, mutatjuk a hosszabbat, figyelj!
Na, ebből már megmondható. Hát ez egyszerű. Az az a csíkos napernyő. Az igen, a csíkos napernyő, így van. Jézusom. Hogy? Hevesi Tamás. Egyik legnagyobb slágere, nem? A Jeremy volt. Ezt most dicséretnek szánt? Ugye nem. Én láttam ezt egyszer élőben, illetve hallgathattam. Ha úgy énekel az ember, hogy belehalsz. De mi? Ő nagyon jó énekes, meg zenész, csak hát... Te voltál a Pestre szabadtéren egy tankcsapdán, ő valahol kint a ligetben, és akkor átkeveredtél. Volt egyébként, és nem szabadtérde be. Ha jól éreztem. És átkeveredtél valahogy. Hevesi koncerten voltál. Igen. Na, Adél, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Nagyon örülünk neki. Nagy, de helyes vagy, hogy így örülsz, mindig szeretjük. Adsz valamit a kolléganőknek, hogy az egész a tiéd? Hát szétosztuk természetesen, itt mindenki izgult, mindenkinek jár van, bedobjuk a közös dolgot, beszéltük meg. Van egy baseball sapkád, van bögrétek, nyakbaakasztó, csomó minden. Nagyon örülnek. Minden nap ásiszik a bögréből. Megy majd körbe. Így van. Ahogy a tiétek is, csak ti nem tudtok róla, mert minden második nap én iszom belőle. Ha nincs tiszta bögre, a tiétekből iszom. Nálunk is körbe mennek a bögrék, csak garantált a szájpeni. Azért szájpeni szerint nincsen. Az is csak herpesz. Igen. Na, küldjük nektek, ciao, puszi. Nagyon szépen köszönjük, sziasztok. Köszi, Adél. Hello, hello, hello. És belegondoltak, hogy most egy picit megvillant ez a hevesi klasszikus, és lehet, hogy ebben a pillanatban gondolkodott el Matyi a Hegedűs, vagy Tomi az útkaparó azon, hogy ezt feldolgozza. Szerintem ez Robi a pedikűrösére. Robi a mulatos pedikűrös, tehát ezt ő fogja levédetni. Már rúgdossák az Artisius ajtaját. Igen, a 441-es úton a Kecskemét előtti útépítés miatt gigadugó, főleg a város felé, valamint az M3-as autópályán Budapest felé a 205-ös kilométernél van egy trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok, jó? Bali Unblockre D15 plusz Z. Te hol tartasz? D1-nél volt. D5, D6. Akkor nem forgattál ezek szerint. nem tudtam a játékkal foglalkozni. Az 3-as szintugrás. Az 3-as szintugrás, igen, 3 pályát sikerült megcsinálni. D5, D6-on vagyok. 16 segítségem van, de soha nem használom. Addig nem megyek tovább, amíg meg nem csináltam a pályát. Minden nap ad segítséget. De aljas. Ha nem fogadod el, akkor... Ha nem fogadod el, akkor te önerőből meg tudod csinálni. D6. D6. És ember tudtál maradni. Unblocked D6, aki játssz ezt a játékot. Töltsétek le, nézzétek meg. Jó játék. Ezt az alázat. Próbáljátok ki. 4 perc van pontosan, 8 óra jövünk, ami drága Gáborunkkal a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. És ami drága hallgatóink küldtek nekünk közlekedési híreket, valamint egy-két észrevételt, és jogos a dolog, mert hogy megírtátok, és ez ebben az esetben azért tényleg nem önkéntes rendőrködés, hogy ugye játszott Adél, és kérte a hosszabb verziót, mi mégis azt mondtuk neki, hogy megkapta a bögrét, a sapkát, vagy baseball sapkát és a pasztartót, és igaza van annak, aki azt mondta, hogy nem jár. Bögre, de csak a bögre nem jár. A bögre nem jár, persze. A többi az jár, hosszabb verziót kért, amikor ugye hát is kiszoktuk venni a bögrét, ez valahogy elment a fülem mellett, és mondtam, hogy persze teljes az ajándékcsomag, de nem. És köszönjük a javítást, ez valóban így van, hogy hibáztunk, nem adjuk oda a bögrét, csak úgy ám. Annak, aki hosszabb verziót kér, ennek ellenére szerintem Adél nyilván örül az ajándékcsomagnak így is, de jogos az észrevétel, hogy próbáljunk igazságosak lenni. Így van, ezt mi nem vettük most észre. Átaludtuk, gyerekek, ezt a dolgot, az Sapi a helyzet, mint egyikünk. Egyikünknek se tűnt fel, Sapi van és nyakba akasztó. Úgyhogy köszönjük szépen. A 47-es úton Ikepércs és Debrecen között kint van az okos kamera, Mabó küldte nekünk. A budaörsi úton miért lehet a városról kifelé lassan haladni? Anyó szerint, aki szökőkútnál randizik, ott hamar elszökik a hév. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. Trafi Csornán, Fejér Szeádból a Kapuvár felől érkezőket mérik, mindenki vigyázzon. Attila küldte. Aztán Kecskeméten a Ceglédről bevezető úton 1 órás torlódás, a sor már a Katona telepig ér, aki tud, kerüljön. Trafi Visontán a crosspályánál, ezt Sala küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint a 22-es út Érsek-Vadkerti szakaszán a körforgalom után mérik a Balassa gyarmat felől érkezőket. Pumpino küldte nekünk. Cipán alatt meg milyen jól áll a piros. Robinak viszont tök mind a hümit vesz fel.
Cipán, a nektek jó áll a piros? Jól, azt mondod, jó, igen? Fehér pöttyökkel. Nagyon csinos. Igen. Én is hallottam, hogy odatátok neki, de nem szóltam. Nyenye, szala. Na hát szala, rendes volt, hogy nem szóltál. Na, a nyári szabadság előtt utoljára még megérkezett hozzánk a mi drága Gáborunk, mert hogy utána elengedjük egy kicsit táborozni, pihenni, feltöltődni, és majd szeptemberben folytatjuk a rovatot, de most még itt van ő. Így van, itt van, aztán ő is elmegy, és természetesen elkezd gyúrni a strandizmokra. Gáborra folytatjuk már is. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Gábor, hello! Hey! Hello, Gábor! Hello! Na, újra itt. Újra itt vagy, így ahogy van. Így hallgatom a műsort, az elmúlt órában, hogy ez a szökőkutas esemény sorozat. Ismered Zsanettet? Nem. Ott voltam. Nem, de azt látom, hogy lehet, hogy szombat délután 5 órakor szerintem az ország összes szökőkutyánál valakivel randevúzni fog, úgyhogy lehet, hogy ennek ilyen kis kultúrája lesz most így szombaton. Én lehet, hogy összekötném ezt az eseményt egy kis reformétel kóstolóval. Hát, nagyon jó vagy. Én ezt nagyon szeretem, hogy ebben egyből lehetőséget látsz, és azt mondod, hogy rendben, aki 5-kor szökőkúthoz megy, az egyből kóstoljon egy kis reformétel. Igen, mert az ember egyáltalán nem jönnek el az emberek egy reformfőzőkörre, vagy egy előadásra, de hogyha nem jönnek el, akkor esetleg én mennék el hozzájuk, és föl lehetne egy kis asztalt állítani, egy kis zapkásával, köleskásával, kopusztájszínnel. Hát figyelj, többen felsikoltottak most, mint amikor kilőtték az oldalánt, nem? Ugye, amikor milliók sikoltottak fel egyszer, és aztán néma csend, ahogy mondta. De milyen hangulatos volna, ugye, amikor az ember találkozik a kedvesével, és egy pici kis kóstoló, egy kis evés. Egy igazi profil, Gábor igazi profil. Hogyha nem akarnak elmenni az emberek, akkor elmegy Gábor oda, ahol a legtöbb ember van. Elmész a legnépszerűbb tüntetésekre, Balatonszánra, akármi, és akkor ott ilyen kis nyakbalkosztos ilyen cuccokkal. Tényleg egyébként elmehetnél téríteni fesztiválokra, nem? Tehát ki szendvics emberként, legalább kóstoltatni, hogy a hiperekben kóstoltatnak a Szándon, közvetlenül a kábrió gyúróterem fele mellett. Igen. Mert ott van egy kábrió gyúróterem, ott mindenki szabadban gyúr, nagyon jó, mellette te pedig felállíthatnál egy kis standot, és akkor ott tudnál. Hát igen, egyébként ha az emberek megkóstolnák ezeket az ételeket, akkor lehet, hogy meg is kedvelnék. Igen. Hogy a rádión keresztül nem nagyon megy át, hogy milyen lehet egy árpakása, sőt, de hogyha valaki megkóstolná, vagy jól van elkészítve, akkor talán még meg is szeretnék az emberek. Na, egy ilyen kis szezonzáró dologgal készültünk igazából, ami ugye a kérdés válasz formára értendő, vagyis ha valakinek most még Gáborhoz így a nyárral kapcsolatban, allergiával kapcsolatban, bármivel kapcsolatban van kérdés, akkor gyorsan küldje el nekünk, mert hogy az utolsó fejezetét így a nyár előtti adásnak arra szenteljük, hogy Gábor kérdésekre válaszoljon. Például allergia, ez is egy érdekes dolog, ugye? Hogy ez most megint tombol, és de Viki kérdezett az előbb tőled egy nagyon jót, hogy például csecsemőknél hogy van, hogy allergiát, ők még nem esznek rosszul, nem isznak rosszul, nem táplálkoznak rosszul, és már egészen kis gyerekeknél például kimutatható, hogy allergiások néhány dologra. Ez miért van? Igen, az allergia főleg anyai ágon öröklődik döntő részben, de ugye a szakma is vitatkozik, vagy nem tudja pontosan, hogy az allergiáknak a hátterében mi húzódik meg egészen pontosan. Az anyatejes táplálás ideje az mindenképpen, ugye az első 6 hónap az kötelező, tehát nem szerencsés korábban beiktatni valamilyen étel, déli gyümölcsöt, egyebeket csak a 6 hónap után, de ezt is érdemes még jobban kitolni. És hát a bélflóra. Tehát, hogyha nem alakul ki a csecsemőnél a bélflóra, akkor az egész immunrendszere még ugye éretlen amúgy is, és akkor az allergiás hajlam növekszik, tehát ahol nem megfelelő tápszereket adnak vagy egyebek, nincs anyatej ott. Később időszakban ugye a gyerek tejfehérje érzékeny lehet, szójafehérje érzékeny lehet, amit aztán kinő, és ugye a szakember, az orvos, a gyermekorvos azt mondja, hogy kinőtte a tej allergiát a gyermek, és akkor fogyaszthatja a tehéntejet, de a szakma leírja, hogy visszaköszön. Aki kinőtte a tejfehérje allergiát, ott visszaköszönhet később légzőszervi problémákban, asztmában, allergiás asztmában, pollenérzékenységben. Nagyon sok pollenérzékeny ember ír, hogy alig tudja élni az életét, csak ilyen erős gyógyszerek mellett tud létezni, és hát közeledik ugye a parlagfű szezon, és
ugye sokan azt gondolják, hogy semmit nem lehet tenni, csak a gyógyszer, de ma már azért lehet tudni azt, hogy számos élelmiszer keresztreagál a pollennel. Tehát barlangfű szezonban sajnos azt kell mondanom, hogy a dinnye, görög dinnye, sárga dinnye, a kamilla, ha a ezeket eszed, akkor felerősödnek a tüneteid, erre gondolsz. És gyakran bedinnyézik az ember, aztán tüsszög, viszket a szeme, az orra, és azt hiszi, hogy biztos parlagfű van a közelben. Nem, dinnyét evett, és ez keresztreagál az ebben lévő anyagok a parlagfűvel, vagy az érzékeny szervezet számára, tehát nagyon szomorú hír, de aki kifejezetten mondjuk fekete üdön parlagfű pollen érzékeny, ott a dinnyére be fog reagálni. A szervezet, a paprikára, a kamillára, a fokhagymára, a gyömbérre. Tehát marad a kolbász, meg a szalonna. Bereagál. Azért miért nem allergiás az ember a kolbászra, meg a szalonnára egyébként? Ugye? Felteszem, hogy a fel, nem kérdezi meg, de hogy miért csak? Miért nem vagyunk kolbászallergiások? Vagy szalonna? Tehát miért mindig? Hát ugye a füstölt, pácolt húskészítményekre allergiás lehet az ember, abszolút. Sokat tehát nem hallottam még, aki így kiabált volna, hogy ja, itt a füstölési szezon, nem, jó, várjál, a vastagbérákot azért sokszor összekötik a füstöléssel. Hát az nem allergia. Nem allergia, csak mondom, hogy azért nem konkrétan allergiai jönkezik, másik nem, azért a hisztamin felszabadulásban a füstölt termék abszolút, tehát a sajtok, a füstölt termék, a savanyított káposzta, a paradicsom, az eller. Tény és való, hogy a növények között is van jó pár allergén, ettől még a növények egészségesek, de van, aki reagál rá. Az állati termékek közül ugye a zsíros húsfélék, a tejfehérje, ezekre is a szervezet reagálhat. Tény és való, hogy hús allergia, mint olyan, az elég ritka. Igen, ilyen, ezt nem hallja igen, az ember. Nincs, nem, a húsban van egy csomó dolog, ami nem feltétlenül jó neked. A maffia. Erről nem beszél a Feri. És egyébként egy nagyon jó hírem van, mert arról te már beszéltél, hogy van ez a kecsketejes sztori, hogy az a kecske, aki ugye parlagfűvet legel, annak a tejét, hogyha issza a parlagfűre allergiás, az javul. Hát ez képes immunizálni. Igen, immunizál. Kérlek szépen, most olvastam az interneten, amely ugye, mint tudjuk, sose hazudik, hogy egy magyar férfi fél évet áztatott parlagfűvet pálinkába, mióta azt hisz a napi egy feles reggel lenyom. Senki nem látta józan. Semmi baja nincs. Semmi baja nincs. De gondolom, Feri, ezt továbbfejlesztenéd, hogy a parlagfűvet evett teheneknek, vagy akár sertéseknek, hát abból a pacal te. És a szalonnája is igen. immunizál, de az már nem biztos, igen. De kecskére mondják, hogy kecske tejet iszol, akkor az jó, mert megeszi a parlagfűvet, nem? Igen. Hülyeség? Vagy ez egy ilyen áltudományos dolog? Ennek lehet alapja. Van valóság alapja? Sőt, ugye egyre többen már eszik is a parlagfüvet, amit én óvatosan kezelnék, mert ugye ez kontaktallergén, tehát akár anafilaxiás sokot is okozhat. Most egy ilyen divat hullám söpörvég a hazánkban is, hogy lehet enni, sőt kell lenni a parlagfüvet. Tehát a szomszéd nem vágja, akkor menjek át és legeljem le, ha már allergiás vagyok. De azért ez veszélyeket rejteget, de viszonylag több ismerősöm van, aki napi szinten fogyasztja, sőt már azt hiszem kapszulázzák is a parlagfüvet, úgyhogy ilyen világban élünk, hogy van, ahol írtják, van, ahol megfogyasztják. És mire jó, ha az ember megeszi? Azon túl, hogy nem lesz tőle allergiás. Hát a parlagfű egy kvázi olyan gyomnövény, ami gyógynövénynek is minősíthető egyesek szerint, és azt remélik a fogyasztói, hogy nem lesznek parlagfűérzékenyek. Én szerintem ez nem annyira ettől függ, hanem egyéb tényezőktől. Bélflóra, étrend, testedzés, milyen vizet iszom, tisztított víz, nem tisztított víz. Elég sok, mint ugye erről beszéltünk korábban, elég sok minden múlik a vízfogyasztáson. Napi 2-3 liter vízzel azért bejuthat egy-két anyag. Milyen minőségű állati terméket fogyasztok, van-e benne antibiotikum származék, állati gyógyszermaradvány, ezek mind-mind visszahatnak a gyermek és a felnőtt szervezetre. Még egy fontos kérdés, de ez most tényleg komoly, ezt most olvastam az interneten, hogy valami perui kovaföldet, ha eszel, akkor a bélflórádat letisztítja. Ez megint hülyeség, vagy ennek lehet valami alapja? Mármint a bélfalat? Utazásért oda hirdet, hogy jöjjön velünk Perúba. Nem tudom, hogy mert nyilván valakinek üzleti érdeke kötődik, de én most nem erre voltam konkrétan kíváncsi, hanem azt írja, hogy valami egy akármennyi egység, ilyen nagyon kicsi, az 300 négyzetméter bélfalat letisztít. Igen, a kovaföldet az használják béltisztításra. Vannak benne értékes ásványok, és lehet kapni humán célra is engedélyezett, úgyhogy egy jó béltisztító kúrát lehet ugye magában, vagy javaslott valamivel keverni. Akkor sok vizet. Igen. Hát arra sok vizet kell, hogy azt ezt önmagában, igen. Hát mondjuk étkezés előtt, vagy egy lébőjt kúra részeként alkalmas, és letisztítja a bélfalat, így van a kovaföld, és tartalmaz szilíciumot,
kovassavat, ugye, ami jó az ízületnek, a porcoknak, de inkább megköt, tehát rengeteg ugye bélben található esetleges toxint mérget megköthet, csak ugye arra kell figyelni, hogy ezek a megkötők, ezek mindig kötnek vasat is, tehát értékes dolgokat, kálciumot, magnéziumot, vasat, B12-t, amit növelni kell, hogy aztán hiányállapot alakuljon ki. Nézzünk gyorsan egy-két kérdést. Azt mondja, hogy sokat beszéltetek már a mákolajról. Milyen jó kálcium forrás? Terhes mamák szedhetik-e? Hát én ezre vigyáznék. Tehát várandóság idején ilyen koncentrált élelmiszereket nem annyira adunk. Nem tudjuk, nincs hosszú távú vizsgálat, mákot és mákolajat, mondjuk várandós anyukának nem biztos, hogy adnék. Szezámmagot, kendermagot, lenmagot, tökmagot, diófélét, annyi szép dióféle van a világon. A mákot, ugye a máknak van egy olyan hatása, nyilván nem kábítószer, de egy ilyen enyhe, hát ilyen bódító hatása, és hát hadne tegyük ki ennek a leendő babát. Hát csendesebb lesz, talán megszületik azon a végalusza az éjszakát, nem? Hát áldás azért az, hogy egyébként a mákolaj az értékes, egészséges felnőttek számára, foszforkálciumban gazdag. Ahogy beszéltünk ugye a szőlőmagolajról, ami egy fantasztikus flavonoid forrás. Tehát nem biztos, hogy valakinek meg kell vásárolni a nem tudom én a 20 000 forintos flavon koncentrátumot, vagy flavonoid készítményt, bármilyen is legyen az, hanem vásárol egy üveg jó kék szőlőmag olajat, ami egész sötét színű, és abból 2-3 tejáskanálnyi hihetetlen mennyiségű flavon tartalmaz, ott a lenmagolaj, ami omega-3-at tartalmaz. Tehát vannak élelmiszerek, amelyekből tudunk fedezni tehát ilyen típusú vegyületeket, és nem biztos, hogy drága kiegészítőket kell vásárolni. Gyerekábra a hétvégi rendezvényre a Szökőkútnál biztosítunk helyet a Sörsátor és a Laci Pecsenyés között. Jani a polgármester küldte nekünk az SMS, köszönjük szépen. Nagyon kedves. Hello Gábor, milyen étkezés javasolsz az ekcima tünetei enyhítésére? Ildikó kérdezi ezt. Hogy összefüggésben van az étkezéssel, vagy lehet ezen valamit javítani? Még egyszer, maga a probléma. Az ekcima. Ekcima, köszönöm. Tehén, tej, tojás, szója, mogyoró, hal, tengergyümölcsei, zeller, savanyú káposzta. Összefüggéseket mutat vele. Hát nyilván személyesen kéne beszélnünk, de a lényeg az, hogy bizonyos élelmiszerek az ekcémával összefüggnek, és az úgynevezett áteresztő bélszindróma egyes embereknél a bél egy-egy szakasza áteresztőbb. Ez lehet, hogy a stressz miatt van, lehet, hogy ez a táplálkozás, a zsíros, a fehérjedús, a nem tudom, különböző étkezési formák miatt, és ilyenkor a bél egy-egy szakasza átenged olyan fehérjéket, amik ekcémet alakítanak ki. Ilyenkor csökkentjük a glutént, csökkentjük a tehén-tej fehérjét, párolt zöldséget, krumplit, sárgarépát fogyasztunk. Azért az nem túl. Sütőtököt fogyasztunk. Nem hangzik túl jól, de hát már a glutén persze értem, bázis, hogy miért tehát kell. Ilyenkor bázisdiétát érdemes kipróbálni. Ugye ez egy elég sovány kis rizsleves sárgarépával, de... mint már börtönben érzem. De nem kell ez hosszú távon. Egy 4-5 hónap érte. Az meg elhusson. Az a helyzet, aki beteg vagy ekcémás, előbb-utóbb már mindent kipróbál, csak múljon el. Ugyanilyen a pikkely sömör kérdése is, ugye gondoljátok meg, hogy egy nőnél, mondjuk egy 30-as éveiben jár a nőnél az arcon, nyakon megjelenik a pikkely sömör, azért az elég durva tud lenni. Az durván néz ki, ott, igen. Ott nem kell kétszer mondani a bázisdiétát, ott abszolút kipróbálja, már neki már mindegy, és akkor kipróbálja. És időnként el is múlik. Ugye például a ribiszke, fekete ribiszke magjában lévő anyagok pikkely sömör ellen nagyon hatásosak. Tehát bizonyos anyagokat érdemes tudni, ismerni, amelyek képesek a bőrben ugye egy pozitív változásokat hozni. Azt írják, hogy 10 évesen pár év alatt eljutottam oda, hogy márciustól októberig antihisztamint kellett szednem. Tavaszig még pollen kúra pár évig, és most 10 éve nem szedek gyógyszert. De miért nem szed gyógyszert? Mert hogy megoldott ez a pollen kúra. És egészségesen táplálkozott? Gondolom, igen. Antihisztamin csak rontott a helyzetem. Nem a gyógyszer hozta a megoldást, hanem ez a méhpollen. Igen, kúra. Méhpempő kúra. Gondolom ez a méhpempő, igen. Értem, tehát ilyen propolisz jellegű azt dolog. Azt télen, ősztől tavaszig szokták javasolni, igen. Tehát nem annyira a megrágott parlagfű, hanem inkább ennek az enyhébb formája a virágpor, a méhpempő. Ez egy jó gondolat, de nyilván nem mondhatjuk, hogy mindenkinek segít. Ugye mondtuk ezt a kecsketélyes történetet. Igen, van akinél a flavonok segítenek, van akinél az extra szűz olajok segítenek, és ezért
Ezért jó, hogy az elmúlt mintegy két évben, mert mint tudjátok, már majdnem két éve tart ez az elmentési veszet, ami egy fantasztikus dolog, és annyi mindent elmondtunk szerintem az elmúlt két évben, hogy az emberek bőven válogathatnak, és ki tudnak próbálni különböző elveket, mert mindenkinél más fog működni. Uh-huh. Szintén egy aktuális kérdés, ajánlod-e homokos partra a tanga papucsot? Hát ez nem célzottan táplálkozástudományi kérdés, úgyhogy nem. Erre nem mennék válaszolni. Argánolaj, mire jó? Kérdezik. Hajra, bőre, igaz-e, hogy tényleg jó? Igen. Jó? Igen, de a köles is jó, és a... És a köles minden a jó. Is két jó. Év alatt ezt is megtanulhattunk. A hajdira is jó. A köles és az apkása az gyerekek, az Jolly Joker. Tehát az a modern táplálkozás Jolly Joker. De az argánolaj egy kifejezetten jó olaj, érdemes kipróbálni, hasznos, jó dolog, egy speciális. Ugye, ha megnézitek a piacon, mindig van valami újdonság. A mákolaj is ilyen volt ezelőtt egy éve. Mindig van valami újdonság, az emberek kipróbálják, és valóban jó. Igen, a haj, a köröm, ez ettől fejlődik és nő, és erősödik. Gábor, már rég meg akartam kérdezni tőled, hogy nem volt véletlen korábban a nagy mennyiségű kárpatlási jegyed, amiből vettél 300 hektár köles földet. És ott áll a köles vagy valami, mert hogy így... Ja, hogy esetleg emögött is valami ilyesmi lehet. Nem. A hallgató azt kérdezi, rövidebb a bal lábam, mit érdemes ennem? Sokat. Szerintem az emberek érdekes. Lassan eljutnak teljesítőképességük határára. Nem van ebben még szerintem. Igen, valaki érzi erekcióra és ekcémára, mit kell szedni, ez is nagyon fontos kérdés. Szabad visszakérdezni, itt a nyár előtt? Na. Felétek, hogy egyébként rátok ez az egész kérdés, hogy hat, vagy hogy hatott, tehát... Már melyik? A nyár, hogy jön a nyár? Például Feri, te mit reggelizel, vagy nem tudom. Úgyhogy mit reggelizel, amit szoktam. Arra gondolsz, hogy maga a rovat? Tehát, hogy az elmúlt két igen, évünk, ezt általában ez a szemlélet. Tehát nyilván nem az, hogy ez a rovat hogy hatott vissza rátok, mert az olyan önző kérdés volna, hanem, hogy az egészségvédelem, mert elég keveset beszéltek magatokról. És az embereket biztos érdekli például, hogy Jani mit reggelizett például. Orvaszájú a zabot eszek. Egyébként ők ketten zabolnak, mind a ketten. Balázs, hogyha megy sportolni, akkor mindig előkészíti. Amit aztán Jani 11 óra 30-kor megpróbál egy vésővel kiszedni a izéből, a csészéből. És például a Zsül mit reggelizik? Amit Jani hoz neki. Sima. Tényleg. Mert neki már a máját, meg mindenjét szerintem felajánlottátok, nem ezt célokra. Ja, én mindig odaadom valamiért egészséges. Ha valamit ennénk. A Zsül nem kajál annyira egészséges, legalábbis amit én látok. Tehát reggel ezek a kis lenti aluljáró szendvicsek, az nem áll. Előszeretettel. Mert ő, Zsül mindig itt van, és hogy hát, hogyha őre is hatott ez a gondolkodás. Sokat. Zsűrre sokat néz meg. A Feri minden reggel szendvicsezik, nem? Hát azért nem változtattál nagyon az étrendben. Ja. És a glutén kérdés, a tej kérdés. Nagyon ezek... jó van mindenki. Vagy hogy isznak-e tejet? Nem isznak. Én nem hiszek a tejben, tehát hogy én nagyon, nagyon tejellenes vagyok egyébként. Erről azért sokat beszéltünk, minden a gyereknek hogy, se adok túlságosan sok tejet. Ezt a reggeli kérdést nem edem, ha ma délutánt kérdezel például, egy picike kis bárányvesét fogok grillezni, ha értek. Na, látod, hogy hatott rá ez a rovat? Hogy én fél évvel ezelőtt még fél kiló csülköt evett volna krumplival. Látod? Most már csak egy kicsi bárány. Van változás. És lesz egy kis zöld saláta hozzá, na mit szólsz? De Feri, hogy van, hogy te nem hízol el? Tehát már jó alakot. Mert már kövér vagyok. Nem, azért csak ezt szoktad meg. Igen, hova híznék? Na csak hozzászoktál a látványhoz, azért nem szoktál rossz. De hát képest nem változik, érted? Nem, ez az, tehát, stagnál. Tehát, hogy én egy stagnál, egy nettó 110 vagyok. Na, de minden testnek megvan, nézzétek... meg a tűrőképességnek a határa, tehát nem tudsz válni, nem tud hova menni, tehát hova változnál még, érted? Mert akkor elmondom nektek, járom az országot, kereznek a súl, és az embereknek van véleménye nyilván rólatok. És nyilván pozitívakat fogok mondani. Feriről, ezt azért Feriről az a vélemény van, hogy Feri szereti a hasát, szeret jókat enni, de megválogatja a minőséget. De, és hogy csak ezért kell ezt mondani, nem hízolom, az emberek fejében az van, hogy te biztos sokat eszel, jó bevacsorázol. Hogy rettetesen kövér vagyok. De kövér. Szeretném ezt helyreállítani, hogy ez nem így van. Tehát te is azért vigyázol, tehát sportolsz, tehát vigyázol. Na, bocsánat. Sértegetsz? Te ezért jöttél ma be? Nem, ez hogy sértegetsz? Az emberek, annyira kérjék az emberek, hogy tegyek már fel ilyen kérdéseket. Hát, tényleg mondják neked, hogy te kérdezzél tőlük? Állandóan, tehát ma is megyek például a Tisza újvárosba is. Az emberek ott maradnak egy 10-15-20 percet, vagy egy órát, és hogy beszéljünk a Klassz FM műsorról, hogy milyenek ezek az emberek. Hogy a Balázs miket eszik, a Jani miket eszik, a Feri tényleg olyan, amilyen. Hát Ferinek az hatalmas, hogy neki a nyelőcse olyan hosszú, mint másnak a teljes bélkapcsa.
teljesen és bontva. Bár egy vese egybe fog lecsúszni. Tehát, hogy a Balázs miket teszik, a Balázs vigyázza magára, vagy figyele az alakjára, vagy nem, vagy sportol-e, tényleg teniszezik-e. Annyit kérdeznek, és én nem vagyok nagyon helyeset. Balázsnak az a hatalmas előnye velünk szemben, hogy neki nagyon jó genetikája van. Én csak ránézek a fekvenyomópadra, és 3 kilót hízom izommal. És már elalszom. De szerintem azt hiszik, hogy a Balázs nem eszik szinte semmit, mert annyira kell figyelni a magára. Kérdeznek a Vikiről is sokszor. De azért minden árulja. Igen, hát figyelj, de azért nem beszélünk magunkról. Tessék? De te nem vagy egy nagy nekem evő. Nem központi kérdés az evés. Igen. Nem élvezeti forrás neki. Nem érzek egy ilyen hidegrázást, hogy hazamegyek este 8-kor, betérdelhetek a hűtő elé, kinyithatom, megvilágít a lámpa, és 11-ig ott érdelek. Tehát, hogy nem érdekel annyira az evés. Az, hogy az ember jó dolgokat, meg minőségű dolgokat tegyen, az sokkal jobban. De nálam nem központi kérdés az evés. Tehát ebben mi Ferivel azért nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Hogy a Feri szeret is, főz is, én abszolút meg vagyok azzal, hogy naponta még kétszer eszem. Tehát nem érdekel annyira az evés. Ezen élvezet az életnek kevésbé érdekel. És Jani, te mennyit vacsorázol például? A vacsorázni nagyon keveset, viszont nagyon sokat ebédelek. És elmondom, azért, hogy egy picit így lemondjál rólam, elmondom, hogy tegnap például a desszert, amit csináltam hármunknak, vettem egy 250 grammos aranygaluskát, előre csomagolta természetesen, ami legalább 2 hétig elég. Vettem hozzá 4 darab teljesen klasszik vaníliás pudingot, apróra összetépkedtem az aranygaluskát, összekevertem a vaníliás pudinggal, megszórtam egy kis dejóval, egy nagyon pici kis rumaromát tettem még rá, aztán pedig rányomtam szinte egy teljes flakon tejszínyabot, hárman körbeültük, betoltuk, és nagyon boldog 3 embert láthattával az asztal körül. Na, szerintem az elmúlt 2 évünk most romba dölt. Na például nekem egy ilyet meg kéne ennem, én biztos, hogy félig megvakulnék, így mennék, én nem tudnám megenni, tehát biztos, hogy rosszul. Jó, Balázs, te mindent megvakulsz, mert a házi antibiotikumtal is megvakult. De tényleg, tehát egyébként nem tudom, hogy tudtok megenni, tehát elve nem vagyok nagyon éves szájú, de egy ilyen tejszínyabos, nagyon cukros, nagyon éves. Nagyon jól tudsz aludni. Nagyon jó volt. Én is. Jaj, neki, nagyon. 10 után egy kis házi kolbászt elcsipegetek este. Olyan szépen. Olyan szépen tudok. Igen, Gábor, olyat álmodtam utána, hogy pirulva ébredtem. Semmi. Lehasít a Feri egy ilyen 1/2 kiló kenyeret, lerakja ezt egy rút kolbász mellé, egy kis kovióba betelepedik a tévé elé 11 órakor. Nincs ezzel baj. Nagyon jót lehet utána. Figyelj, volt egy ilyen titkolt vágyam, hogy hát ha 2 év után a Feri eljut odáig, hogy egy kis zabot reggelizik, vagy egy kis áfonyalekvárral. Az áfonyalekvárt szeretjük, vathúsokhoz csodálatos. Ha például egy nagyon szép vaddisznó bélszint egészen finoman megkapasz csak, és utána amellé oda teszed a áfonyarekvárt, gyönyörű étel, gyönyörű étel. De egyébként pedig van az a pénz, amiért a váltanál? Nincs, én így érzem hát jól magam. Mennyi apró van nála, persze. Hát nem papírpénzbe gondolkodjunk, de az sincs. Tehát nincs. De nincs, mert nekem nincs bajom, mert én most ezt tudom, hogy mindig karikírozunk mindenki. Nincs bajod, addig amíg. De ezt de mondhatnám mindannyiunknak. Így van, nyilván, hiszen a vegetáriánusok örökké élnek, és sose látunk még beteg vegást, tehát ne gyere már ezzel, majd egyszer lesz, mert ezt hagyjuk. De hát a rizikófaktorod nagyobb, csak Gábor, arra gondolt. Nem jó. Biztos, hogy lesz, nagyobb a rizikófaktor. A vegetáriánus nem biztos, hogy kisebb kockázattal számol, gyorsan helyreállítom, és igazad van. Mert van, aki koca vegetáriánus. Persze, de holnap lehet, hogy simán eljut a Csepeli Hévgámból. Tehát, hogy érted, és egészségesen zabot eszel, érted, árpát, kását, hajdinát, és pirított, agave szirupot. De a Csepeli Hév nem üthet el, mert odafigyelünk. Mindig körülnézünk, egy világcserét. Tehát, hogy azért nem lehet csak ezzel számolni, hogy az ember mit eszik. Jó, ez igaz, de ha netán nem üt el a Csepeli Hév, akkor is egészségesen élünk, és azért még ezzel sokat nyerünk. Igen, nem, de ezért jó ez a dolog, mert 3 tök különböző pali ülott. Tehát, hogy én nem tudnám azt vacsorázni, amit a Feri vacsorázik, a Feri nem tudná megfogni az ütőmet, mert nem tudja, merre megy a labda. Ettől színes ez a műsor. Mondanám, hogy Feri hozz vissza a labdát. Ha egyszer megtanul nyélelütni, akkor viszont világsztár leszek. Mondanám, Feri, hogy Feri szaladj be a pálya közepére, be a hálóba ment a labda, hozz vissza, abba belehalna. Tehát, hogy de tök jó. A Jani meg Vega és falatmászik. 3 azért nagyon különböző. És készül az első szakácskönyvem, Ócsóbó rohadt jó címmel. Ócsóbó rohadt jó sok cukorra. Hát az abnak az ára az nem magas, tehát amíg az ab ára alacsonyan van, addig. Engem, a János könyvének a címe Cukrok, csöcsök, várak. Ennyi, kész, srácok. Ez lesz. Szécsévé. Szécsévé, Cukrok, csöcsök, várak. Ajánlom figyelmedbe, az első példány neked dedikálja majd, Gábor. Mivel telik majd a nyarad? Táborozással, pihenéssel lesz egy külföldi út is, és futással, sporttal, gyerekekkel, esetleg egy kis könyvecskét elkezdek, majd augusztusban. Olvasni vagy írni?
írni, mert újra eszembe jutott néhány gondolat, talán ételtársítások, talán más, és fejlesztek ezerrel, de erről nyilván nem beszélhetek, tehát vannak fejlesztések, amikben részt veszek, és ilyenkor nyáron jó lehetőség adódik kis laborokba, próbaüzemekbe serénykedni. Nagyon jó. Gábor, jó nyarat kívánunk neked. Köszönöm, én is kívánok nektek, és köszönöm. Jó, pihenjél össze. Összefolytatjuk. Sziasztok. 9 múlt pontosan 6 perccel, jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó Jack-oda. Jó gyerek. Volt ez. Jó, szia, volt amikor ez. Jani azt mondja, hogy vége. Egy jó Jack-oda. Te örökérvény, meghalod, kicsit ráz a hideg, azonnal ott vagy, átéled, még azok is, akik nem szeretik szerintem. Ez elvitathatatlan érdemek, nem? Zseniális. Nem írnak ilyen számokat manapság. Nem írnak ilyen számokat, nem is tudom, hogy nála nagyobb volt-e valakit. Elvis, a Beatles. A Beatles azért. Hát igen, igen. Alapokat tette le, inkább úgy mondom, de zseni az is, tehát a Beatles. De hogy azóta is tényleg mindenki tőle hozzány, hogy 80-as években írt már olyanokat, hogy 30 évvel később még mindenki onnan próbál egy kicsit így nyúlni, lopni, mozgásban, hangzásban. Hát van ez a Bruno Mars, baromi tehetséges gyerek egyébként. De hát minden mozdulatáról, minden pillanatában, a zenéjéről, a táncáról mindenről süt, hogy valószínűleg is imádta Jackot, és azért ilyen lelenyúlogatott dolgokat. Tehát mindenki tőle hoz még mindig, nem? Pedig 20-30 éves dalokat írt már. Vagy 30 éve írt dalokat. Bruno bácsi, ami lesz 30 év múlva, fogjuk említni. Hát, már nem lesz ekkora, nem is tud lenni szerintem. Nem, de ő is el fog boldogulni azért majd a jogdíjakból. De nagyon ügyes, nagyon tehetséges srác. Egyébként szerintem nagyon-nagyon tehetséges. Trafi Pósván, Kollár Tibi küldte nekünk. Most állítják a négy lábút Fehérváron, kifelé menet Várpalota felé. Vigyázzatok, üdv Bali. Aztán a 68-as út belterületén trafiznak, ezt Tamás küldte nekünk. Mesztegnyó. Remélem jól írta. A hármason is trafiznak, vigyázzatok, írta Máté, és Békés Csaba és Szarvas között kardoson mérik a Békés Csaba felé haladókat, ezt pedig Andor küldte nekünk. Köszönjük szépen. A hármasugrás játékosunkra még néhány reakció érkezett, hát mi nem akarjuk őt bántani. Lehet, hogy csak egyfajta rövid zárlat volt, szintinek tudjuk be annak, meg élőadásban talán az emberek nem jut minden eszébe, amit egyébként tud. Most azért így próbálom nagyon. Igen, de az automatizmussal van itt inkább a gond, hogy tényleg. Tehát, hogy az van, hogy feltesznek neked egy kérdést, és nem az a helyzet, hogy elkezdesz meg gondolkodni, és hogy például, hogy mit tudom, saját kútfögölőt megpróbálod megfejteni a dolgot, előkapom a telefont, beízítom a számítógépet, fölmegyek a Google-ra, tehát hogy nem így kellene. Nem. Hát ez igen, nem, de hát ez sajnos az ember kicsit elhűl, nem? Hát régen fogtad, leszetted lexikon, megnézted, kihasználja már, nem. Beütöd, ott van. Mész, megnézted a térképet, megpróbáltál tájékozódni, jobban használtad az agyadat, benyomod a kütyűt, mész, amit a kocsi mutat. Nem? Telefon, GPS, hát ezek hasonló dolgok. Az ember kicsit ellustul. Vagy másfajta tudás kell, még ezt illik tudni valójában, igen. Főleg, aki egy ilyen egyetemre jár, nem? Hát. Sógorék nem annyira szigorúak lehet, vagy mi történik? Mi történik? Nem foglalkoznak a messzi dolgokkal. Nem foglalkoznak, igen, Luxemburggal. Na mindegy, jó. Na, hoztál valamit, erről már beszéltünk egyszer kora reggel. Hát persze, megemlítettem ugye néhány nappal ezelőtt, hogy kapirgálás közben kint a kertben találtam egy nagyon fura kis rovart, amit aztán a kezembe emeltem, miután megpiszkáltam bottal és nem mozgott. Nem harapott rá a botra sem. És kiderült, hogy egy úgynevezett ilyen kis quadrocopterről van szó, ami ugye drónoknak egy fajta, ilyen kis négy légcsavaros, ilyen pici szerkezet. És gondoltam, hogy a régi tulaj unokájai lehetett, úgyhogy megresztettem egy telefont felé, és aztán kiderült, hogy nem az övé volt. Azt mondta, hogy ő nem is tudott erről. Bent ugye a bokrok mélyén találtam, nem mondom, megnézegetem, hát ha még fel is tudom dobni a vaterára, kis pénz is. Távirányító nélkül nehéz, csak mondom. Annélkül természetesen nehéz, meg egyébként annyiba kerül külön a távirányító, mint együtt egyébként egy szett, tehát nem igazán érdemes megvenni. Viszont szemet szúrt az, hogy ezen a kis szerkezete van egy kamera is itt elő, és mondom, hogy ha kamera van rajta, akkor valahol rögzíteni is kellene a szerkezetnek. Megfordítottam, és hoppácska, mit találtam az alján?
egy pici kis mikroszim kártyát. Azonnal rohantam is be a szobába, szépen beizítottuk a számítógépet, megnéztem, hogy melyik az az ország. Egyedül tetted be, vagy elzavartál mindenkit? Ne, igen, ez Luxemburg, és nem oda hívtam őket egyébként, ezzel egy kis kockázatot kertész, vállaltam. A kertész! Igen, a kertész, kockázatot vállaltál ezzel, igen. És anya! És megnéztük, és rajta is volt egyébként az úriember a felvételen, meg is néztem, és akkor meg gyakorlatilag be lehetne azonosítani, de egyelőre még nem tudtuk az illetőt beazonosítani, viszont azért egy-két gondolat szöget ütött a fejemben a történettel kapcsolatban, hogy amire Balázs egy picit így már utalt is ezzel a kis félmondattal, hogy mi lett volna, ha mondjuk egy olyan felvételt látok, hogy igen, hogy mesztelen képeket találok magamról, hogy fent a kecskete és szappannal dörgölöm magamat intim részeken. Vagy négy kézláb a kertben éppen, nem tudom, írtod a két szikűt, mert ezt mesztelenül szereted a saját kertedben. Egy zsarolni kezdenek ezzel a felvételen. És közben hátranyolok és vakarózom. Igen, vagy astanga jogázol a kertedben teljesen mesztelenül, ez a kis drón megfelvett téged. És mi volt az SD kártyán? Az SD kártyán egy úriember van, aki most ismerkedik a szerkezettel. Tényleg? Szemmel láthatom is valószínűleg. Igen, az van, hogy többször elemelkedik a földtől a kis drón, és hát nem nagyon sikerül neki magasabbra juttatnia, és ezért megfordítja, hogy legalább saját maga látszódjon rajta, hogy ő ilyen ügyes, és rajta is van, és utána megszakad a felvétel. Több is fért volna rá, de szerintem ott elvesztette a fonalat, vagy pedig tényleg elhussant valamerre a kis madár, aztán beesett a mi kertünkbe, és többet nem is látta. Hát akkor föl tudod tenni a Facebookra, mondjuk a miénkre a klassze fel, vagy a Morning Simán, Show-jére a képet, és akkor... Simán, fel is egy képet, és lehet majd érte jelentkezni. Nyilván valahol Lőrincen vesztették el a fonalat, a kis géppel kapcsolatban, mert ugye ez ilyen 100-150 méteres hatótávolságú, ez a kis repülő szerkezet. Lehet, hogy meg lesz a tulajdonos, én nagyon szívesen átviszem neki, aztán visszadom. De azért felvett tényleg sok dolgot. Nem csak itt az intim dolgokat, hogy most tényleg be tudnak kukolni a fürdőszobákba, miközben a nejem zuhanyzik, hanem például azt, hogy mi van olyankor, ha mondjuk egy betörő banda, mondjuk egy ilyen kis szerkezet arra használ fel, hogy feltérképezze mondjuk a házának a hátsó traktusát, megnézze, hogy ott milyenek a rácsok, vannak egyáltalán rácsok, van-e hátsó bejárat, van-e bringa az udvarban, van, amit el lehet kötni. Uh-huh. Most ennyire hülye lehetett az NAV. Ember, hogy föl... Berepül a drón, megnézi, hogy igen, van medence, mekkora medence van, honnan van az a medence, miből van az a medence. Vagyonosodási vizsgálat. És már indul is a vagyonosodási, a közben minibábére vagy bejelentve. És akkor igen. Hogy rájöttem, hogy hát minél többet gondolkodtam ezen a dolgon, annál inkább rájöttem, hogy mennyire keveset tudunk ezekről a szerkezetekről, meg arról, hogy ezeknek a szerkezeteknek, vagy ezekről a szerkezetekre milyen jogi szabályozás vonatkozik. Mert azért, valljuk őszintén, enyhén szólva is személyiségi okokat lehet vele sérteni. Azzal, hogyha mondjuk valaki berepül a kis kertedbe, aztán ott felvételeket készít rólad. Vagy a civil életedről, vagy pedig a civil szférádról. És perelheted, ha mondjuk megvan az ember, akkor te jó most kérdés. Azt mondod neki, hogy na tesó, akkor ha rajta van a nem, kertem, csak akkor... ő van rajta. Ja, beperülöm saját magát, hogy a saját személyiségül, hogy megférhet. Még nagyon ügyes nem lehetett, ha te kertedben landolt. Tehát azért egy kezdő drón használó volt egyébként. De ez merő tényleg van valami jó, hogy a szomszédból veszel egy drónt, és kicsit átrepülsz, és megnézed. Nem? Elsősorban, ha nyilván mindenki erre használná, vagy megnézik, hogy be lehet-e törni hozzád. Így van. Hát az első kérdésben nyitott kapukat döngetsz, érted? Én is azért utána néztem, hogy miben fáj, hol lehet. Nagyon drágát nem fogsz venni ismerve, de az olcsó meg hamar lezuhan. Bár már van egy drónod, de ehhez kell egy távirányító, és megvagy. Nem? Igen, ennyi. Az mennyibe kerül egy drága, egy ilyen? Egy 20-es körül. 20 ezer forintért már veszel drónt magadnak? Komplett kamerával, kártyával? Mindennel együtt. Ez a kis szerkezet, ami itt van a kezemben, ez körülbelül ez az árkategórián 15 és 20 között van, de ennél sokkal nagyobbakat is lehet már kapni. Egészen megdöbbentő méretűeket, mint mondjuk kétszer akkorát, mint mondjuk ez a laptop. Aha. Az én szomszédom most olyannal repült Velence fölött, és mondtam is neki, hogy nekem ugyanez eszembe jutott, hogy Gyuri bácsi, már nem repül ilyenekkel, hogy neki olyan volt az irányítója, hogy ott volt előtt egy monitor, és ő konkrétan látta, amit a drón látott. Tehát, hogy nem kellett visszahozni a drón, berepült, megnézte, kijött, azt már vitte is a bringát. Az a full profi, hát azzal egyébként, hogyha például arról van szó, hogy ilyen komolyan fel akarják térképezni a közvetlen környezetedet, akkor az arra sokkal alkalmasabb, mint ez, az olcsó. Gondolom, nagyon nincs abban agyon szabályozva, mert hogy még a drónok is azért viszonylag újabb, pont olvastam nemrég, hogy Dubájban, vagy nem tudom, hol már a postát a drónok viszik ki. Tehát fölkapja a drón, csomagszállító drónok vannak, és ledobja a kertedben. És jó, igen. Jó is. Szörnyű, jó is. Ha egy kínai vázat kapsz egyébként. Igen. Ez szörnyű trauma, hogy úgy hozza a drón, hogy azonnal rombát törik, és szítod a Dubai postát. De ők például már erre is használják, hogy postai szállítmányokat kézbesítenek.
Milyen magasra megy egy ilyen? Mert akkor a légtér probléma is kérdés, vagy annyira nem megy föl egy ilyen kilométerre, ugye? Nem. Hát, attól függ, hogy mennyire komoly a szerkezet. Aha. Gondolom, tudsz olyat is venni, ami ezért följebb megy. Ezek a kicsik, gondolom, hogy nagyon sokáig nem mondjuk repülőtér környékén, hogyha ezzel szórakozol, azért ez bezavarhat. Hát a nagyobbaknál esetleg, gondolom, itt a kicsinél azért ez nagyon fontos, hogy ez látótávolságon belül maradjon. Már vannak fényei, saját fényei is, tehát mondjuk éjjeli üzemmódban is lehet használni, mert a négy rotor mellett található egy ilyen pici kis LED izzó, és ezeket látod a sötétben. Hogy merre repülsz vele. Igen, hogy merre repülsz vele. Tehát sötétben is használható. Mutasd már. De nagyon vicces lett volna tényleg, ha magatokról találsz felvételeket, és nem tudod, hogy ki nézett benneteket, mikor nézett, hol elhúz volt függöny, hol nincs elhúzva a függöny, kint vagy a kertben, Móni megy ki a kertbe, és tudod, hogy mondjuk heteken keresztül figyeltek benneteket. Tűs mert ezen a kis menyecske ruha. Ez én vagyok! Igen. És mert ezen a kis mikró, mint a SD-n ott vagytok. És ott van mondjuk 10 perc rólatok. Mert hogy a srác ott van, az nem annyira izgi. De mondjuk tudod, hogy figyelték a kecódat. Nem? Azért az kemény, mikor ezt így meglátod saját magadról. Rájössz, és lehet, hogy nem ez az első felvétel. És valaki otthon szépen gyűjtögeti magadról. Ezért mondom, hogy a Móni ruháit csak úgy vedd föl a gardróbban, hogy ahogy be van csukva. Tehát húzd el a függönyt, és ne járkál el magas sarkban. Most már virágít hordom. Most már virágít hordom, bárki csak betyögnek rajta. Értem, hogy szereted, értem, hogy csinálod, de látod, mennyire veszélyes. Tehát húzd el a függönyt, engedd le a redőnyt, és csak úgy legyél otthon, mesztelenül magas sarkban. Na most sarkban. Gondold el a fejeden. Tényleg berakom, és akkor ott vagyok rajta. Talpig Hello Kitty-ben. Nagyobb készpénzösszeget azért ki lehetne belőle zsarolni egyébként. De én erre tennék egy kísérletet. Azt mondja, Pali, oké, János, vannak ilyen felvételek. Akarod-e így látni magad? Mert innentől kezdve ez a következő. Nyilván irális, hogy legyenek rólad ilyen felvételek. Igen, mert még nem tudtam jó felvételt készíteni. Igen, vagy akkor eljutatom valamelyik bulvár újságnak. Na, van egy internetjogászunk, miért megkérdezünk egy-két dolgot tőle, mert maga a szabályozás érdekes, ha egyáltalán van. Dr. Orma Zoltán itt van velünk. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Jó reggelt. Na, de ez még viszonylag új dolog, ez a drónozás. Van erre magyar szabályozás, hogy mit lehet és mit nem? Hát igen, ugye tipikus jogászi válasz jön, tehát van is, meg nincs is. Aha. Tehát egyrészt ugye olyan törvények, amik azt mondják, hogy mit a Hello Kitty-s ruhában nem lehet fölvenni az ember, tehát ilyen speciális drónszabályozás nincsen kivéve a repülésükre, tehát a repülőfolyósokban való tartózkodásukra, de hogy az légirányítási jogszabályok. Viszont amúgy azért vannak jogszabályok, tehát egyrészt a tulajdonvédelmi szabályok, tehát egy ingatlannál ugye megoszlik a vita, hogy egy ingatlannak mennyire magas húzódik meg a határa, tehát mondjuk egy kilométer levegő még a miénk, vagy ilyesmi, de azért az biztos, hogy az épület szintjéig, a magasságáig biztos a miénk. Tehát oda se, az is tulajdonjogsértés, ha oda berepül valaki, és utána a következő lépés, hogyha föl is vesznek minket, akkor meg személyhez fűződő adatokat sérthet, meg adatvédelmi bűncselekményt is elkövethetnek. Tehát akkor olyan nagyon vidáman azért nem lehet átdrónozni magunkat a másik kertjébe. Nem, ez mindenképpen ez jogszabálysértés. Jó, azért megnézném mondjuk, hogyha az ember bemegy a második kerületi rendőrkapitányságra és tesz egy ilyen feljelentést, hogy ott rögtön rendőrdrónokat fognak neki küldeni, vagy mi fog történni. Tehát azért a bűnüldözés még azért a technikában mindig egy pár lépéssel később jön, de komoly objektumok védelménél, tehát mondjuk értelmez alatt a honvédségi, vagy a kormányzati épületek védelmét, ott már biztos, hogy a drónvédelemre is gondoltak. Ha berepül a kertbe a drón, és én azt valamivel ledobom. Leverhetem part vissza. Pontosan ezt akarom kérdezni. Na? Te nagy szúnyog. Ugye? Elmegy át! Lóddal át! Gyere, Soma, gyere, nézd meg! Viszi a kutyát! Mik vannak itt, Velencé? Marna, hoznak emót! Na, és kárt teszek a drónban. Akkor a drónos följelenthet-e engem, holott először ő sértett szabályt azzal, hogy berepült a kertembe? Igen, hát ugye sokszor ezeket a drónkat különben nem is kell leverni, ezek maguktól leesnek meg ütköznek, mert az olcsóbb kategóriás, sőt a középkategóriánál is egy pici szélben már ezek eléggé manőverezhetetlen kis készítmények. Viszont persze természetesen hát megpróbáltam fizikai eszközökkel is, mondjuk egy parcissal is leverni ezeket a drónkat. Hát ugye itt az van, hogy itt mérlegelni kell, hogy ugye egyrészt az én tulajdonom sérült, tehát itt az én tulajdonjogomat sértette, arányos volt ez az intézkedésem, tehát ugye ilyenkor mit más tudok tenni, mint valahogy olyan módon megakadályozom ezt a felvételt, hát nem azt csinálom, hogy elmegyek a kerületi jegyzőhöz, és birtokvédelmi intézkedést kérek. Tehát az értelemszerű, hogy egy ilyen dolognál utána biztos, hogy nem a jogi védelmeket kell választani. Én azt mondom, hogy ilyenkor tegyük meg ezeket a lépéseket, legfeljebb utólag azt mondjuk, hogy magától leesett.
hogy agyonverred a drón, Ferencén, Feri, ha valaki berepül, aztán majd jönnek tényleg a kordáik. Ferikém, Ferikém, nem láttad valahol. Gyuri bácsi csak kőoroszlánokkal foglalkozik. Nem nagyon drón. Ha mondjuk látom azt, hogy van rajta egy kamera, akkor a mikro SD-t azt például elkobozhatom, vagy kérhetem a tulajdonostól, hogy adj át nekem? Hát igen, vagy annak a törlését. Tekintsük meg együtt a felvételt? Igen. Ezeknek a hatótávolsága, ezeknek a kütyüknek azért nem olyan nagy, tehát valahol a közelben van az irányító személy is, tehát hogy azért ez picit messzebb van, mintha fényképezőgépet tartanak kezében, de azért annyira nem, tehát nem a másik kerületből irányítja, az nagyon bonyolult eszközökkel lehet azt megoldani, tehát az már a katonai eszközök kategória, meg a nagyon drága polgári eszközöknél, ezeknél a normál alapkészülékeknél nem lehet ezt megcsinálni. Tehát igen, és akkor ugyanúgy, mintha egy fotózás történne, én leginkább különben a fényképezésre hasonlítanám, gyakorlatilag ugyanaz történik, mint hogyha saját maga személyesen bejönne a ingatlanunkra, tehát ugyanaz az analógiát kell alkalmazni, ugyanazokat az intézkedéseket kell megtenni. Akkor jelen pillanatban arról van tetsző, hogy több szabálytalanságot lehet elkövetni ezzel a drónnal, mint amennyi törvény van rá, nem? Amit te is mondtál, hogy hát most akkor még azért előnyben vannak azok, akik ezzel akarnak szabálytalankodni. Persze, persze, de hát ugye ez gyakorlatilag megint ugyanaz a probléma, mint hogyha a saját számítógépünkbe törnek be, mondjuk egy kicsit sánt itt a példa, de ugyanazok a dolgok. Itt is azért van egy jogi védelmi szint, ami egy picit lemaradva követi azért, tehát azért a hackereknek ma már azt lehet mondani, hogy komoly eszközök esetén, komoly betörések esetén azért azzal kell számolni, hogy őket is föltörik és visszatörik a rendszerüket, és megtudják, hogy kik ők. Ugyanez a drónoknál is fennáll különben, tehát a védekezésnél technikai intézkedésekre is lehet gondolni, például wifi jel torzítás, vagy wifi jel blokkolásokkal meg lehet akadályozni az irányítás például az ingatlanon környékén, illetve olyanra is van például, hogy ezeket a drónoknak az irányító rendszerét föl lehet törni, és utána én magam kezdem el irányítani, és én veszem föl azt, aki elkezdett. Ez már haladó fokozat. Ez picit erős, igen. Ilona nénivel a szomszéddal ott feltörjük egymás irányítását, és ennyi madról, és két távirányítóval nagyon küzdünk a telek határnál, hogy ki irányítsa a kis drónt. Átveszem. Átveszem, átadom. Zoltán, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk. Jó munkát neked. Köszönöm szépen. Na. Hát, azt mondják, hogy futtass le rajta egy törölt fájlok visszaállítás programot. Hát, ha azért még rajta vagytok. Van, tehát kiderülnek itt még turpisságok. Tehát nézd meg. És most kiraksz egy cetlit, hogy megtaláltál egy drónt, és keresed a becsületes gazdát? Nézze meg, mindenki fönn van a Morning Show Facebook oldalán, és hogyha aki mondjuk itt a környékünkön, tehát mondjuk keresztúron ne jelentkezzen be se. Ennyi, mazd, békés csaba! Én repültem oda. Ha valaki ír, szerintem meg tudom találni a gazdáját. Ott a környékén nagyon szívesen visszaadom neki, de lehet, hogy egyébként le fogunk futtatni előtte egy ilyen kis visszaállító programot. És brutál dolgokat találsz magadról, igen. Na jó, nézd még gyorsan egy-két közlekedési hírt, mielőtt elmegyünk egy pici szünetre. Most jött, hogy a 10-esen az Orsannál a körforgalomban felborult egy teherautó dugó van. Ez egészen korán történt egyébként, de akkor úgy látszik, hogy azt még mindig nem sikerült felállítani, vagy lábra állítani, úgyhogy ezt próbáljátok elkerülni, mert ott hatalmas baleset van, és nagyon hosszú a sor. Aztán mi még, ami fontos, Egerben a Tesco mellett mérnek a zsaruk, közben a lábát lógatja az anyós ülésen. Trafi van Pósván, ezt Tibi küldte nekünk, és az M3-ason is trafiznak, ezt pedig Máté küldte. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Vagy 10 lesz pontosan, 9 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sok a trafi ma reggel, úgyhogy mindenki vigyázzon. Tüskevár belterületén is trafiznak. Aztán az 52-es pihenőnél van egy trafi, az M7-es Fehérvár felé vezető oldalán. Ott is vigyázzatok. Tüskeváron egyébként tutajosség trafiznak. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Felkerült egy videó az internetre. Felkerült egy videó az internetre, amiben egy srác ugye keresi, illetve pontosabban nem is keresi, hanem randit ajánl az ő Zsanettjének, és szeretné, hogy ott legyen 5 órakor szombaton a Szökőkúton.
teszed? Hát, aki internetezik és használja az internetet, az már ismerheti ezt a videót. Először arra gondoltunk, hogy ez egy erős gerilla kampány, mert hogy emberünk piros pólóban van, és egy bizonyos hívószámot mond. Aztán kiderült, hogy nem, komolynak tűnik a dolog, olyannyira, hogy kiderült, hogy Jeanette valójában egy létező személyiség, és hát Pisti tényleg szeretné, ha szombaton ott lenne 5-kor a szökőkútnál, és ezért fölmondattak vele, vagy fölmondott ő, de inkább szerintem fölmondattak vele egy videó üzenetet. A szerelemről, a szerelemről, az oldhatatlan vágyról, a jövőképről. Igen, és a randiról magáról. Hogy miért legyen ott Jeanette 5-kor a szökőkútnál. És azóta többen fel akarták venni a kapcsolatot Pistával, mert hogy egész jónak tűnik ez a havi 20, amit a pecójáért fizetnek a bandék. Igen. És hogyha van még esetleg kiadószoba, akkor. Sok mindent megtudtunk róla, úgyhogy rögtön megmutatjuk, de előtte, hogy legyen még idő, gyorsan küldjétek el a jó választ arra a kérdésre, amit Jani fog elmondani, mert hogy Ferrari futam van a hétvégén, és valakik ott lehetnek, mert hogy ma is lehet nyerni családi jegyet. Nagyon egyszerű a kérdés. Hányszoros Forma 1-es világbajnok Sebastian Vettel? És ugye azért Vettel nyilván, mert ő Ferrari színekben megy, ráadásul itt lesz hétvégén, ő lesz az egyik sztár vendég, akivel tudtok találkozni, majd ha megnyeritek a holnapi VIP jegyet. 0-76-45-00-00, tehát még egyszer, hányszoros Forma 1-es világbajnok Sebastian Vettel, ezt írjátok meg nekünk. Na, küldjetek el SMS-ben, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hívjuk a játékunk győztesét, aki ott lesz hétvégén a Ferrari Márka Kupa versenyén, és jön Vettel is Magyarországra. És hát lehet, hogy a szerencsés nyertes akár vele is összefuthat. Holnap pedig VIP jegyet sorsolunk, ami még egy kicsit több, mint egyébként a sima családi jegyek, úgyhogy holnap is lesz még játék. Négy személyes, ez is négy személyes, az is, de abban biztos lesz extra. Én néztem a programot, egyébként gyakorlatilag reggel 9-től este 6-ig mind a két napon. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Feri, Jani, Balázs, ciao, hogy hívnak? Ja, Katinka vagyok. Katinka? Igen. Hello, Katinka, hol hallgatsz minket? Hát éppen dolgozom. Helyileg? Varodában dolgozom. Lőrincen. Ezt komolyan mondom. Nem hiszem. Énekel. Varoda és Lőrinc. Semmi közöm hozzá. Hát most nem, mindenki egy számot küldött csak, hogy hányszoros, tehát nem tudtuk, de hogy tényleg vagy mindenki a 13. kerület, vagy... A leghűségesebb kerület. Igen, a Lőrinci Varoda. Na, és nagy Ferrari rajongó vagy, Katinka? Nem. Én egyáltalán nem, de a kisfiam igen. Na, te hány éves? 7. 7, de cuki. És szereti Vettelt, meg Räikkönen? Ő a Forma 1-et szereti. Tehát így kimondott kedvenc nincsen. Aha, csak az a lényeg, hogy Forma 1 legyen, igen, azon belül. Igen. Azon belül mindenki. És akkor ő most elküldte neked a jó választ, hogy valaki megsukta? Nem, interneten néztem meg. Ja, gyorsan megnézted interneten. Mert igen. A kérdés ugye úgy szólt, hogy... Hogy hányszoros Forma 1-es világbajnok? Igen, négyszeres. Négyszer, és így van. Na, azért mondd el neki, hogy most ugye nem Forma 1-es autók lesznek, ha őt viszed. Mindegy neki, csak jó nagy hangja legyen. Menjen az autó, gyorsan, neki ez a lényeg. De jó, az lesz. Az lesz, Ferrari-k lesznek, a Ferrari márka kupa jön Magyarországra, is tudtok menni. Jó? Olyannyira, hogy négy jegyetek van, tehát vihetsz még valaki mást is. Szupi, szupi. Jó, nagyon örülök neki, nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen. Na jó, van, drukkolunk, hogy jól érezzétek magatokat. Jó? Jó, nagyon szépen, köszönöm. Ciao. Szia. Hello. Köszönöm. Szia. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Na. De jó, ez jó helyre ment. Jó helyre örülök, ment. Ha a gyereknek nyerik a jegyet, az mindig jó. Nem? Hagyjál, ha a gyerek örül. Az klassz. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját is. Nem Csabi. Van valószínű, 13. kerület lesz. Nagyon igen. Helyes, adjunk nekik is. 13. kerület, szimpatikus, kedves, szépen fejlődik, kellenek onnan is. Nyertesek, gyerünk, Anna, mutasd meg. Egyébként te is az vagy, úgyhogy. Ne szóljunk bele majd. Ez mint a spongyabon. Jó, oké, hát ez nem. Csillag Patrik volt távos. Jó, ez annyira nem sikerült. Jó. Jó volt, amit írt egyébként, de hát akkor teljesen mindegy is, mert nem lett ő a nap hallgatója. Egy csomaggal beljebb vagyunk. Megsporoltuk, igen, a promóciónak. Na, Fucsovics ma játszik 2-kor, és ha megnyeri, akkor főtáblára kerül. Már ne haragudjál. A kicsoda?
A Fucsovics Marci. Igen. Ja, Fucsovics Marci. Így van. Ja, mert így tudod. Tehát a Fucsovics már nem, de a Fucsovics Marciról már igen. Aha, ne, értem. Ne Fucsovicsozzuk le. Fucsovics Marci. Ja, úgy beugrott. Így. Tehát vezetéknévről nem, de és keresztnév úgy. Aha. Így már megvagyok. Jól ismerlek. Így már azért képbe kerültél azonnal. Igen, sanszos. Sanszos van. Nem, ez egy nagy dolog, hogy főtáblára kerülhet Wimbledonba. Tehát az egy nagyon nagy dolog. Ha ő ma még kettőkor nyerni tud, akkor főtáblás. Azért az mindenképpen jó. Hát, ha nyer egy fordulót Grand Slamen, ha bejut. Hányan vannak egy ilyen főtáblán? Hát azt mondja, aztán 128-164-en meg nem mondom neked pontosan, hogy hányan vannak. Talán 128-an is aztán az feleződik. 64-32-16-84-ket. Ezt a részét tudtam követni. Én nem tudom pontosan a Grand Slamen most ez hogy van, hányan indulnak, de nem tudom. Régen volt ott már magyar, gondolom. Vagy... Hogyne, persze, hát Grand Slamen játszott már magyar, persze. Hát most a Babost nézzük, akkor azért ő is párosban, most ő remekel, tehát hogy neked régebben is voltak azért magyarok Grand Slamen, de a Fucsovics Marcinak, ha ma kijön kettőkörre lépés, akkor főtáblára tud kerülni. Az nagy dolog. Az menő. Igen. Jó, hát most nem ajánlanék fogadást, hiszen mindannyian Fucsovicsiszták vagyunk. Ugye? Persze, hát ellenem nem. Hát majd, ha elindul... Rá, izé. Majd, ha elindul, akkor tehát te embered a főesélyes. Ja, egyelőre mondta, nagyon nagy vesztenivalód nincsen. Nagyon tudom, nagy vesztenivalód nincsen. Megint kezdődik az altatás, és látod, egyre korábban kezdi. Most elkezdelek gyúrni. Tudod, hát Gyokó az esélyes. Mi volt a múltkor is? Hát minden, hát Gyokónak áll a zászló. Azt hiszem 30 játékpénz volt a szett végén, amit így... Nézd! Nem volt benne Wawrinkában, hogy a Garroson meg nem Gyokót. Nem volt benne, de atomtenisz volt, űrtenisz volt, úgyhogy ott senki nem mondta azt, hogy ott Wawrinka megverné Gyokót. Most is jön ez a Wawrinka gyerek? Jön a Wawrinka is, jön Roger is, ott van Nadal is, Murray is, mindenki. Uh-huh. Ott vannak a nagyok, úgyhogy majd megtesszük tétjeinket. Ott van a te embered is, már edzett, láttam az Instagram oldalát, már edzett egy jót. Még a szűzfűvön, úgyhogy... Bárcsak lenne rá időm, de hát én délután olyan kereső szavakat fogok beütni a Google-ba, mint topless girl, drón, watch, record, free. Ilyen jó a szomszéd vagy? Mert én engedhetném azt a drón, de oda nem jön. Ott nem látnék semmi izgalmasat. Meddig van Szabina Csabi? Két hét. Tehát még ez, ugye ma, holnap, meg a jövő hét is. Elutaztak valahova? Tudunk valamit? Azt mondta Gábor, hétfőn kérdeztük, vagy kedden Garami, hogy egy hetet vannak itthon, egy hetet meg nyaralnak valahol. De nem tudom. Hát szerintem a szokásos olaszhon hívja őket, megint ők ugye szoktak menni. Nyokkiba, igen. Nyokkiba. Na jó, van, holnap jövünk utoljára. Jó, nem elfelejteni, hogy ugyan holnap már elindul a Márka Kupa, de ha valaki ott lenne, akkor még ne keseredjen, ahogy ma nem nyert. Mm-hmm. Holnap lehet nyerni, és holnap van a VIP jegy megnyerésének lehetősége. Jó, az már egy kis kajával is jár, kis ajándékok, találkozás, ezzel azzal közös fotózkodás, autóba ülés, egy csomó minden, majd nyilván ez pontosan ott részletezik, hogy a VIP jegy miről szól, de egy kicsit több, mint a heti családi jegyek. És tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy nem is 4, hanem 8 az a jegy, mert 0-tól 13 éves korig ingyenes. Tehát ha felnőtt, 4 felnőtt összeáll, elvihetnek 4 darab 13 éves. Ez jó meglátás. 13 éves gyereket. Tehát a gyereket nem kell elhasználni, mármint a jegyet a gyerekre, aki 13 év alatt van. Így van, tehát 0-tól 13-ig tudod vinni, és akkor azt mondod 4 havernak, hogy neked is van egy gyereked, nekem is, vigyük el a srácokat. Tetszesz nekem, te rákodsz, nem mi? Vagy hülye gyerek. Nem, de ez a vidéki egyszerű paraszti gondolkodás. Hogy lehet belogni ingyen? Hogy bevitt 4-1-en 8 embert azonnal a ringre? Megcsináltuk. Akkor figyelj, szombaton a Szökőkútnál, aztán megnézzük mi is ezt. Ötkor találkozatok a Szökőkútnál. Na, jön Gábor a kívánság műsorra 555-55-00. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor tegyétek meg, írjatok SMS-t, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Oh. Csáu, csáu. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.